Szeretettel üdvözlök minden kedves itt lévőt és vodnézőt az Astra Bot című játék kimaxolásának utolsó epizódjában, a befejezés epizódjában. Remélhetőleg, úristen milyen gyorsan bent is vagyunk, oda néz. Remélhetőleg nem fog ez sokáig tartani már, de én azért még azért fel vagyok készülve arra, hogy olyan kihívások elé nézünk, amik rendesen majd oda tudnak verni. Kimaxoltuk, itt nem mentünk el még kettő puzzleért a Chameleon Cosmos utolsó pályájára. Az elveszett galaxist megcsináltuk, a kígyóködöt kifullasztuk, a csápcsillagokat kifullasztuk, a gorilla galaxist szintén. Szia Kriders, hogy vagy? A becsapódási hely is most már készen van. Tehát akkor már csak a toltejút és a Chameleon Cosmos vannak hátra. Hát menjünk akkor is, vagy menjünk akkor tovább is a toltejútban, aztán azért a kettő puzzleért még elmegyünk. Kezdjük egy kemény kihívással, csak hogy bemelegedjünk. Rázd ritmusra, ez az a címe. Kis hangerő is, mert hogyha ritmus lesz, akkor figyelni kell. Hogy vagy Kriders, szia Mosré, szia Jörek, szia mindenkinek, csáó, csáó. Rázzuk ritmusra. Aha, már látom, miben mesterkedünk. Aha, jó, oké. Nincs sprint gombom. Nem, te PS demo játék a 70 euróval kicsit túleresztek amúgy. Hát jó kérdés, hogy túl van-e árazva, mert ez szerintem évjátéka lesz. Eddig nagyszerű. Aha, és itt kell figyelni majd. Ezt nem tudom megmondani, ez általában teljesen jól be tudom sorolni a játékokat így kategória szerint, hogy milyen árban kellene őket árulgatni. Ennek a játéknak az esetében bevallom őszintén, én nem tudom. Folyton úgy fogunk kijönni, hogy a... Aha, ez kicsit gyors. Tehát, hogy nekem nagyon tetszik, szerintem évjátéka lesz. Iszonyatosan menő. A 70 euró az a baj, hogy annyit szerintem megér. Tehát, hogy ha megnézed, hogy milyen játékokat árulnak 60-70 eurókért, ez a játék sokkal több szórakozást nyújt kb. Bármilyen generáció számára. Ugye kicsit nehéz megmondani. Nem jó. Itt valami ki kell találnunk. Százszor szívesebben adtam ezért 60 eurót, mint az Outlawsért. Hát nyilván, hát ez az, mert azért itt ebben benne van minden. Ami ott vannak a mechanikák, tök szórakoztató az egész, oda van figyelve rá, igényesen van megcsinálva, igényes az összes mechanika benne, nem unalmas, egy percig sem mutatja a játékost. Aha, ez lesz az. És akkor ott átugrunk, szerintem így jó lehet. Marketing is, hogyha olcsóan a terméket, azt hiszik azért, mert nem jó. Várjatok, mert közben nekem itt dolgom van. 2, 3. Nem jó. Itt látom, hogy jetpackkel kell tovább mennünk, viszont akkor jetpacket előtte az ugrás előtt nem használhatok. Ez meglepően kemény egy része az egésznek. 2, 3, 4. És most fennmaradsz és mehetsz, ez az, most már sikerült. Mi történik? Aha, azt hiszem, hogy látom. Igen, be középre, ez az, és tovább. Ó, és te alapból átváltasz. Oké. Felveszi magára a Thorns-t. Dark Souls világából. 2, 3, 4. Fennmarad, átugrik. Aha, jó, itt nagyot kell ugrani. Lehet, hogy mégsem lesz, mert a kínaiak majd betolják a középszerű Wukongot. A kínaiak szavazata nagyon sokat fog számítani, de a Wukong nem lehet évjátéka. Hogyha a Wukongból évjátéka lesz, az azt jelenti, hogy ott nagyon erős problémák vannak a szavazással, vagy hogy mondjam. Tehát ott azért el kell, hogy ismerjük azt, hogy a Wukong bizony nagyon-nagyon sok kívánivalót hagyott maga után. Iszonyatosan kevés az a játék ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni. Egy olyan világban, ahol egy... koreai Stellar Blade is többet tudott felmutatni egy kis csapattól szintén, mint a Wukong maga. Nem csak látványilag, hanem mind a harcokban, mind az egész sztoriában. Jó, persze a sztori, érted, ott legalább a Stellar Blade-ben egyedi sztori volt, a Wukong pedig, hát ugye nyilván az ottani folklór és kulturális elemeket mutatta be. Azt hiszem, így nem lesz jó. Szerintem ez a harmadik legnehezebb pálya az egész játékban? Lehetséges. Jóval kezdtem, hogy bemelegedjünk egy kicsit. 2, 3, fennmarad, 4, fennmarad, ugrik, fennmarad, ugrik, fennmarad.
átugrik és mehet. És most nem volt jó. Szia medvedisznó ember. Hát az, hogyha ha 2 millió szavazatot fog kapni a kínai játékosoktól a Wukong, az nehéz lesz így felülmúlni bármivel, de az egyértelműen egy problémára hívja fel a figyelmet, hogy egy nem jó játék is képes labdába rúgni ezen a megmérettetésen, és az szerintem egyáltalán nem jó előjel a jövőre nézve. Na most megvagyunk. Oké. 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 Jó, és balról jobbra megyünk, balról jobbra megyünk, és előre megyünk. Hoppá, és meg is vagyunk szerintem. Még nem teljesen, még van egy kicsi, amire oda kell figyelni, balra jobbra szalomban kell menni. És megérkeztünk. És még egy, most már fent lent? Na, ez a fent lent, ez lesz nehéz, de... Majdnem jó volt, majdnem jó. Outlaws behúzza a Game Awards-ot. Azt én nem hiszem. Azt nem hiszem, hogy bármit is be tudna húzni. Szegény István urat néztem valamelyik nap, hogy éppen oda kattintottam, amikor az Outlaws-ra játszott tegnap vagy tegnap előtt, és azt láttam, hogy kisvén megelégelte ezt a stealth mechanikát, és fogta magát, és átment a Rambóba, és hogy mennyire hülyén volt megcsinálva, Istenem, ez a Rambó módja is a játéknak, hogy lehetett ott verdesni, de hát akkora vérdíjat tűztek ki rá, hogy nem tudta megcsinálni a... Tehát egy idő után már annyira sok volt a birodalmi, hogy nem tudta egyszerűen leverni őket, és hát megcsinálták pedig. Ezt valahogy rewardolni kellene, hogyha a játékos azt mondja, hogy ő most átmegy durvába, és egy kemény kihívást teljesít, hogy mindenkit is legyőz, ahelyett, hogy inkább lopakodna, vagy hogy mondjam. Hát nagyon gyatra volt az, gyatra és béna. Nem jókor. Már előfizetni nem tudok, nyomorult Mészáros bank miatt. Ja Istenem, Mr. Google, nagyon köszönöm neked a 100 bites hozzájárulást a csatornánk fennmaradásához. Nagyon hálás vagyok neked, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy még mindig nem működik a bank téma, hát nem azért, mert hogy nem tudsz előfizetni, azért sajnálom, mert biztos rohadtul kellemetlen lehet az élet egyéb helyein az, hogyha valaki nem tud a netbankjával mit kezdeni, vagy a bankkártyájával. Balra, hátra, balra, előre, mehetünk, mehetünk. Oké, egy, kettő, előre, ott vagyunk, és most figyeljünk. Most jön a szalom, balra, jobbra, balra, jobbra, balra. Megvan a 3 coin. Nem mondtad, hogy jaj. Oké, majdnem jó volt. Érdekes lesz, lehet, hogy az Elden Ring DLC fog megverni komplett játékokat. Én nem hiszem, mert az sem lett olyan jó. Mint valami hardcore arcade játék? Ez egy kihívás a játékban most, és azért ilyen nehéz. A többi pálya az egyáltalán nem bonyolult. Mindenhol máshogy működik Twitch-en, Amazonnál nem, bár a kettő ugyanaz. Mindenhol működik, csak a Twitch-en nem. Az komoly. Jó mentés. Ez lehet, hogy előre lendít bennünket, azaz. Azaz. Eddig nagyon szép. Nagyon szép. Gyönyörű akadály. Ez kettő jobba. Hey, mekkora hitboxa volt. Azt a mindenit. Ha lárdugdostad volna már egy játékteremben? Ki az a karakter ott előttünk, akit meg akarunk éppen menteni? Kit vitt el, láttátok? Mindjárt meg lesz szerintem. Nem kell már nagyon izgulni, szerintem már meg vagyok, csak tökéletesíteni kell a módszereket egy kissé. Ez az. Ajj, még éppen hozzáértem. Nem az volt a probléma szerintem, hogy nem lett fair,
a DLC inkább, én úgy kevésnek érzem. Hogyha egy évet még fejlesztették volna, akkor többet kihasználhattak volna a területből, a bosszok megváltozhattak volna, nem kellett volna az alapjáték bosszait beletenni eleve, hozhattak volna tök új dolgokat bele, nem tudom, hogy hány darab új boss volt összesen, de 14 talán. Kétszer végigjátszottuk ugye a két különböző build-el, és nekem olyan hiányérzetem volt, hogy abba bizony tovább kellett volna még gondolkodni. A vége persze nem volt fel ott a végső bosszal, de teljesíthető volt. Csak sokat kellett rá gyakorolni, de hát egy Maléniára is sokat kellett gyakorolni. Szóval balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, megérkeztünk, most lesz a lent, fent, fordítva. Nem mondod, hogy ott is elkap, máh. Kettő újra többi valamelyik bossnak a copy-paste több összeforrasztott verziója. Hát meg sokat tanultak szerintem a játékosok mozdulataiból. Nem volt jó, de éppen jó volt azt a mindenét, ez most hogy sikerült? Mi történik? Mekkorát megyünk? Jó Isten, mi történik? Hát megőrülsz. Ha és most esek le. DLC nem lehet Game of the Year? Volt már példa, nem? Ilyesmire. Úgy emlékszem, mintha lett volna példa ilyesmire már. Nem jókor, de jókor. Nagyon jókor, oké. Ezzel kiegyezünk. 1, 2, 3, és nem jókor érkeztem. DLC-re van külön kategória. A DLC-t azt meg fogja nyerni, az biztos vagyok benne, hogy ott nem lesz gond vele. Azóta lenerfelték Radant? Azt mondjuk szomorúan hallom. Hát hogyha meg lehetett csinálni alapban is, akkor minek nerfelni? Meg hát voltak azért olyan buildek, amik kb. One-shotolták, tehát bárki meg tudta oldani. Az Elden Ring nem egy olyan játék, amiben nem mehetsz el farmolni, vagy nem alakíthatod át a buildedet. Tehát érted, hogyha valami nem működik, akkor a játékban megoldhatod, hogy működjön. És ezért nem gondolom azt, hogy annak ott van létjogosultsága annak a nerfnek. De hát jó, persze, ki lehet sírni ezt is. Bal, jobb, utolsó mozdulat, oké. Na most kell okosnak lenni. Vagy nagyon jó volt. Gratulálok. Nagyon jól megy ez a dolog nekem, nézzétek el kérlek. Tudom, hogy nagyon egyszerűnek tűnik. Na ez most kamu volt, itt most volt valami bug. Annak nem lett volna szabad elérnie. Egyszerűnek tűnik, de egyáltalán nem egyszerű. Nem jó, oké, mégiscsak jó. Nyertünk egy kis időt itt most a ritmussal, ez nagyon jó, mert ilyenkor pont a váltásokra tudunk megérkezni. Így király, királyabb legalábbis. Ez is megvan. Ezek is meglesznek. Mennyire ér el távol... Opa, lyukon átestem. Mennyire ér el távolra annak a buzogánya, vagy nem is tudom, ez a láncos kitaláció. Annyira nehéz a mélységet érzékelni így most, mert körülbelül olyan érzés, mint a Crash Bandicootban. Ott is megvan ez a probléma, ugye? Sőt, hát gyakorlatilag a legnagyobb problémát az teszi a játékosnak, hogy hogyan érzékelje, hogy mennyire van mélyen a következő hely, ahol be akar ugrani, és ez szerintem a kettő közé lendíti azt a fegyvert. Nem tudom, minek nevezzem. Az jó lett volna, csak nem volt jó. Hiányzott az achievementek hiánya? Mármint, hogy az achievementek hiányoztak, a hiánya az zavar téged. De hát nem voltak? Én úgy emlékszem, mintha lettek volna benne. Aztán lehet, hogy tévedek. Hopp, ennek óvatosan menjünk neki. Hey, nem ugrott a karakter, csak lebegett. Igen, eddig szerintem ez a leghosszabb ilyen kihívás, amivel leállunk szórakozni. Szerintem a többivel nem töltöttünk el ennyi időt.
pedig alapvetően nem hosszú, meg nem áll össze nehéz dolgokból, csak kicsit jobban oda kell figyelni a ritmikájára. Az ügyes volt. Csak a Bloodborne DLC-ben van egy achievement. Mármint PS-en? Ez kamu volt. Én úgy emlékszem, mintha kaptam volna a Steam-en achievementeket. Nálam se fog változni a díjkiosztó azon, hogy mennyire tetszik egy játék. Nálam semmit se fog változtatni a díjkiosztó, hogy mennyire tetszik egy game. Hát de ez a normális, hát persze. Most azért, mert emberek úgy döntenek, hogy már pedig a Wukong az évjátéka. Attól függetlenül a Wukongról még azért lehet tudni, hogy hát annyira azért nem lett jó. Lecsúsztunk oda. Kettő, három. És most megyünk oda. Lehet, hogy elhúzódik a befejezése ennek a játéknak, hiszen oda tették magukat a fejlesztők nagyon. Úgy látom, hogy igen kemény kihívásokkal kerülünk szembe. Ez nem volt jó. A lövést ki kellett kerülni. Hát itt is lehet elkapni rossz ütemben ezt a dolgot, úgy látom, hogy jobban oda kell figyelnem. Mondjuk lehet, hogy csak ösztönből kell menni, mert az elején az működött. Most nem jó, most jó lesz. Most jó lehet. Ez az. Így most jól megyünk, gyönyörűen. Ez az. Kettő, három, és balra, és előre, és fentre, és balról kerül, nem jobbról kerülünk először. És most legyünk okosak. Ott is van a vége. Na ki ez? Rossz fiú, ha megismered, nagyon jó arc. Az van, hogy egy csomó ilyen karakterünk van, aki ilyen fejpánttal a fején mászkál. Az van ráírva, hogy Rakyu. Ki lehet ő? Nem ismerem, ez biztos, hogy valami régi PS-es címnek a főhőse. Szia Lilian, nem há, hogy vagy mi a helyzet? Ki ismeri fel ezt a karaktert? A Bloodborne DLC az viszont tényleg egy világklasszis DLC. Szerintem veri magasan a többit. From Software-nél. Szerintem még jobb lett, mint a Dark Souls-ok kiegészítői. Bármelyiket mondva. Iszonyat hangulatos, szórakoztató, hosszú, nem újra használt bosszok vannak benne. Nehéz, kellőképpen nehéz. Bár szintezni nem annyira lehet benne már, tehát ott azért XP mennyiségben nem kapsz olyan sokat, mondjuk korán is bemehetsz, az is igaz. Látszik, hogy itt nem kell már csinálni semmit. Itt még van valamink. Van egy pixel, aha, igen, egy retro roham 5-ös. Ez az utolsó retro rohamunk. A Ring City is nagyon jó. Persze, nagyon jó az is, de azért szerintem a Bloodborne DLC az veri. Nem tudom, én hozzászoktam a 30 FPS-ekhez. Nintendo Switch-es játékoknál. Egy csomó PS4-es játéknál. Feltűnik, látom, érzékelem, hogy ez csak 30 FPS, de... De hát azt is tudom, hogy... Most nem tudom, mi ölt meg. Hogy nem lehetne 60 FPS-re felrakni, mert tönkre menne a játékmenet, hogyha meggyorsulna a 60 FPS-től. Sajnos ezek úgy vannak kitalálva gyakran, hogy... Hogy rád esik? Oké. Okay. Úgy vannak kitalálva, hogy 60 FPS-sel felgyorsulna minden, és az nem lenne játszható tőle. Megvagyunk. Ez egy checkpoint? Nem, ez a vége volt. Ez kicsoda, szerencsétlen bérrabszolga. Ezzel a csókával mindig van valami. Szerencsétlen bérrabszolga.
Hát, erről most két karakter jut eszembe, a Hitman, aki mondjuk nem bérrabszolga, hanem egy bérgyilkos, és az a játék, ami ott az irodában megy, és nem játszottam még vele, de nagyon szeretnék, az egy rövid játék, a Stanley, micsoda? Hitman mondtam volna, de ugye neki nincs szemüvege, aha. Nem tudom, hogy ki lehet ez. Stanley Parable. Igen, igen, ő jutott még eszembe, de nem tudom. Nem tudom, hogy ő lehet-e esetleg. Ludwig, Lady Maria, Kosz. Igen, 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 Ludwig. Epikus, epikus, egyszerűen ugye, ahogy van. Mondjuk ott a Sunflower-okkal nem tudom, hogy mit akartak volna kezdeni a Sunflower Field-en a Celestial Being-ekkel. Nem tudom, hogy ki lehet, de úgy látom, hogy ti sem tudjátok. Minden esetre menjünk tovább, hiszen be kell fejezni a játszást. Zsolc, azt a mindenségit! Nagyon szépen köszönöm az 50. havi feliratkozásodat. 50 hónap csak itt velünk. A Twitch per TV per Mókáson. Nagyon köszönöm neked. Szia, hogy vagy? Jó estét kívánok. 50 hónap. Hát ez mindenemet beküldöm. Várjál már, hát... Még a kedvenc Nintendo-s hangomat is megkaphatod. Nagyon köszönöm neked. Köszönöm szépen. 50 hónap, azt a mindenit. Csak úgy száguld az idő. Mehetünk az orbitális zúzásra. Nem, kalózhajóra menjünk, az ágyugójó futamra, ez lesz az. Akkor a Cosmos-t arénán egybe átkopizták az Elden Ring DLC-be. A Cosmos-nak az arénáját egy az egybe átkopizták. Ezt nem tudom. Hopp, azt vegyük fel. Hát a izénél volt a Pusztulat Knight-nál odalent egy csomó hasonló mozdulat. Azt beszéltük is ugye, hogy nagyon hasonlít, de az volt a mélypontja annak a DLC-nek szerintem. Nem lett volna szabad azt a Pusztulat Knight-ot úgy hagyni, ahogy volt. És mit csinálunk? Ó, vizelünk, kemény vizelésekben. Egy utat kellene csinálni ugye, ott Phoenix madár van előttünk. Ha és ez el is tűnik egy idő után? Jó, akkor csináljuk így. Oké, és most menjünk gyorsan. Átalakultunk valami... Ó, ez a golyó. Aha, oké, oké, oké. A golyó a miénk, nézzünk körbe azért. Hát, ha ott maradt valamelyik barátunk, remélhetőleg nem maradt ott senki. A golyó gondolom nem mehet bele a tűzbe, ugye? Biztos, hogy nem. Nem véletlen fognak minket kilőni. Maga a boss is. Nagyon hasonlított, de kosszal lehetett ritmikusan tök frankon harcolni, és a Pusztulat Knight-tal pedig nem lehetett. El sem értük őt. Hiába választottam egy nagy reach fegyvert, egy greatswordot, vagy valamit, ami messziről elvert bárkit is. Sajnos az igazság az, hogy akkor sem tudott eltalálni egy csomó mindent, amikor el kellett volna neki. Gondolja, hogy így belemegyek felülről? Mindjárt, mindjárt türelmetlenkedik a játék, most megvan. Itt a checkpoint. És hogyha lemész a lávába, aha, azt nem engedi meg. Szia, meditáló Hunter. Van több hasonló dolog, ez egy szerintem nagy para, bizonyos assetekkel használ többször. Az nem gáz, szerintem se, én sem vagyok emiatt kiakadva. Azt a boss-t, azt ki kellett volna törölni úgy, ahogy van, vagy átgondolni, újra gondolni, mert nem volt jó. Tehát nagyon, az volt a mélypontja annak a DLC-nek, nem lett volna szabad így megcsinálni. Nem lehetett megütni, idegesítő volt. Delay-es attackok, minden, az egész. Hát nem volt jó a hitboxa. Nem érted el sehol, nem lehetett megütni. Folyton csak támadott, támadott, te meg nem tudtál bevinni egy ütést. Ezzel meg vagyunk, meg volnánk. Itt a következő. Érdekes, hogy eddig barátainkat nem találtuk meg a térképen, erre oda kell figyelnünk. Nehogy valami kimaradjon esetleg. Úgy látom, ide le kell, hogy menjek. Nem, várjál, ott checkpoint van, ott megyünk tovább, igen. És ott van kint a barátunk bajba jutva, de ott is el lehet menni valahová. Lehet, hogy azt hoz majd ide vissza.
Eddig szuper. Szia Pataki. Szia Emhajnal, hogy vagy Mizu? Ezt nem szabad így. Elindul vissza. Miért lehet, hogy összeharap? Ó, lehet ilyet, igen. Ilyet sem láttunk még. Ez tök új dolog a játékban. Nem engedsz el? Ez nem fog elengedni? Ez baj. Öreg a Zelda, és milyen? Engedd el. Azaz. Ez kicsoda? Ősi kőoszlop felfedezője, hajlamos fekete-fehérben látni a dolgokat. Kicsoda ő, de nagyon menő páncélja van. A Demon Souls-ból a karakter, de miért ősi kőoszlopok? Ja, mert a központi hubban a központi, vagy mi az, kőoszlopokat megérintve mehetsz fel a különböző világokba. Hát de hiszen ez ultra menő. Hát ennek kellene a páncél szettje nekünk is, nem? Ez nagyon jó. Felfedeztem a map 3/4-ét, a főküldivel azóta se haladtam, hogy járok, mint te. Akkor ezek szerint tök szabadon engedik a játékost, ez nagyon jó. Mik ezek a kis sárkányok? Olyanok, mint Spyro, de mégsem. Megyünk szépen vissza. A Nexus, hogy micsoda, lehet hülyeséget be... Aha, Nexus volt a központi hubnak a neve, ott igen. Ott van fent egy puzzle piece. Hú, várj, ez merül. Ne, várjál. Ez elmerül ez a hely. És hová megyünk? Ne menj oda. Várjál, vagy mégis menj oda? De nem volt itt barátom. Én hallottam, hogy... Hallottam, hogy az egyik barátunk rosszul van, nem? Most elvitte a láva? Hát csak nem. Csak nem merült el a láva. Ott volt a hajón. Mindegy, akkor visszamegyünk hozzá. Hallottuk, hogy nyírbákol. Nézd csak. Innen nem látszik. Tehát elindulunk innen. Hallom, hogy... Ja, itt van mögöttem. Gyere. Ő csak egy egyszerű akciórobot. Mehet. Még jó, hogy adnak hangjelzést a... na hát... Ez igen veszélyesnek tűnt. Arról, hogy hol vannak. Itt le kell gurulni? Aha. Ott jobbra egerek vannak, de valahogy be kell mennünk. Van egy checkpointunk, a coinokat vegyük fel, és menjünk át jobbra. Itt egy kicsit egyszerűbb felfedezni, mint a többi világban eddig. Szia, szervusztok, hogy vagy? Menjünk az egerek után. Azt a mekkora kalóz koponya. Sárgákra, amik tövisesek, a jetpacket kell használnunk, legalábbis hát nem tudom, minek lehet nevezni, a lábunkból kitörő energiát. Többit ütögetni kell, várjál csak. Ezek a kontroller a megfelelő pozícióban mindig, ez az. De hiszen ez még életben volt. Ő a hármas számú. Pályatorkod? Biztos, hogy nem takaróztál be eléggé, és hideg volt éjszaka. Jobbulást kívánok. 3 órát bírtam a Demon Souls-szal. Miért? Ne csináld már. Hát de hiszen micsoda rendkívüli királyjáték az. Ez meglep, meglep, pedig az tényleg a legegyszerűbb a sorban. És úgy, hogy te végigvitted az Elden Ringet, tehát hogy muszáj lett volna működni akkor. Ezek merre mennek? Ott maradnak. Mi lenne, hogyha azt csinálnám, hogy így megállok? Aha. Nézzük meg a másik oldalt is. Hoppá. Hát, ha van ott valami, de nem látok semmit. Igen, kemény agresszorok ezek a... Hát csak fel lehet ugrani a tetejére.
Ó, és ott van nekünk valamink. Ami ellő minket valahová. Ez egy... Kicsit eszembe jut a Donkey Kong első része. Ez micsoda? Egy titkos zóna? Vagy lehet, hogy erre kell menni? Dönteni kell. Kontrollert, aha. Óvatos, óvatos, gondold át. Gondold át, azt a mindenit, oké. Okay. Megjöttünk. Aha! Na ez kicsoda? Ki ez? Nexus lakó. De hiszen ez is Demon Souls. Ez az a kedves lány, aki mondta mindig, hogy tedd belém a... energiád, vagy valami ilyesmit. Neked lelked van neki statisztikái. Igen, igen, ő adja az attribútumokat. Nála kell level up-olni a játékban. Hát ez tök menő. De miért Nexus lakónak nevezték el? Nem egymást keressük, azt, hogy teljes pályát végig kell tolni, plusz a boss előtte nincs grace, vagy nyugi pont elvette a kedvem. Hát ott bizony benne van a játékban az, hogy hogy a boss run az kellemetlenül hosszú tud lenni, de cserébe, hogyha nem halsz meg, tehát hogyha tökéletesíted az elintézet a technikád, akkor fel tudod venni a szólt, és kétszeres szóllal fogsz a végén kijönni, ugye? Porszívót elkapjuk. Maiden? Hát mindenhol Shrine Maiden. Meg szoktuk nevezni a... Csak nem tudom, hogy ott hogy hívják. Kicsit kiugasztottuk ezt a dolgot. Oda fel lehet menni, és csak szerintem. Én nem biztos, de meglátjuk. Mit csinálnak vele? Hagyjátok azt abba? Firekeeper, az is lehetne a neve. Ő az ötödik a sorban. És itt már csak ilyen kis hasonlók lesznek, viszont puzzle piece-eket keresgélnem kellene. Egy darab puzzle piece, két haverunk van még. Oda lent van valami, fent van a puzzle. Itt majd a golyóval egy kis nagyobb nyomást fogunk gyakorolni a talajra. Itt összeszedünk mindent, megvan a puzzle, leugrasz, átszakítod, és innen kell tovább menni ez alapján. Itt a barátunk bajban. Ő a hatodik a pályán. Mindjárt kimaxoljuk ezt is, nem maradt már sok hátra. Na nézzük, hová megyünk innen? Az komoly volt. Hoppá. Most talán sietnem kellene. Ott a barátunk, bajban van. Oké, próbált kapaszkodni, de szerencsére megmentettük. Szaladjunk tovább. A többiek itt el fognak merülni. És ezzel megérkeztünk a végére a pályának. Szerintem mindenkit összeszedtünk. Lehet, hogy boss aréna? Biztos lehet benne, hogy boss aréna. Captain Short Fuse. Balról jobbról látok megoldást. Figyeld, jön a lángszórójával. De ez minket nem érint, ugye? Nem hát. Oké, menjünk utána ide. Egyszer eltaláltuk, most a másik oldalra kell majd átmenni. Elénk raktak ellenfeleket is. Hoppá, hoppá, hoppá. Ó, nehogy eltalált. Újra az egész. Lehet majd még rápróbálok, sőt tuti. Szerintem nem szabad kihagyni, az nagyon alapvető játék. Ja, a Wukongban is bonfire-nek neveztem én is a checkpointokat, pedig az csak egy Souls Light őrület. Egy, kettő. Sőt, már be lehet ugrani innen is. Nem kell sokáig várakoznod. Hogy lehet, hogy eltalálnak? Jó, először a kettő szélsővel kell intézkednünk. Szia, Ádám K80, üdvözöllek, hogy vagy, Mizu?
Tényleg azért jó a Demon's Souls látni, mert előrevetít egy csomó mindent, szerintem így azzal ágyaztak meg az egész zsanrának, és nekem nagyon tetszik így a kiinduló pontokat látni. Nem jó, lángszórók is jönnek még. Ez nehéz, Ragnarokot pörgettem, meg volt a mai adag. Na, és tetszik? Gyerünk. Az elejével egészen könnyen meg tudunk lenni. Szevasz kucsány, ha csinálj. Megérkeztél a játék végére. Hogy vagy, mi a helyzet? 1000 meg egy éve nem láttunk már itt nálunk. Eddig nagyszerű. Most kell oda menni a másik oldalra. Ez az. Megvan a kettő. Nézzük, hol lesz a harmadik. Erre vigyázni, meg a lángszóróra is vigyázni. Ez megvan. És most középről. Kiütöttük a fejét. Majd elragadta a láva. Jó, szerintem meg vagyunk a pályával. Azt hiszem kapunk 100 coint, hogyha ügyes leszek. Nem igazán járok egy Teach-re este. Várom az októbert. Még mi lesz októberben? Ez rossz. Ez jó. Ez jó. Hé! Hey. Oké, okay. Furcsa volt a sorrend, nem is volt igazán egy mintázat, úgy láttam. Teljesen random, hogy mikor volt jó és rossz a végső reward, de szerencsére sikerült megtalálnunk a szuperládát benne a 100 coinnal. Hogy megy a költözködés? Ajjajjaj, nagyon komolyan hangzik. 200 kis haver kimentése szükséges ahhoz, hogy itt a végső pályára rámehessen az ember. Nekünk azonban még van egy orbitális zúzás nevű pályánk, ezzel 286, 293 kisbarátunk lesz megmentve, és 3 puzzle is lesz ide bent. Menjünk az utolsó pályára, utolsó előttire egészen pontosan, és utána meg el kell mennünk majd még puzzle-okért vissza az előző világ utolsó pályájára is. Ott van rögtön a puzzle, vigyázz, mert elviszi. Aha, ezt most okosba kell megszereznünk. Hova vitte el a puzzle-t? Nem jó. Erre rá kellett volna boostolni szerintem. Használnunk kell ezt. Nem mondott, hogy elviszi így is. Most megvan. Oké. Okay. Kicsit gyorsítva kellett menni, rángatni a kontrollert jobbra-balra. Nagyon ötletes megoldás volt amúgy. Zseniális dolgok vannak ebben a játékban, amiket úgy gondolok, hogy későbbiek során is tökre jó lesz viszont látni majd ilyen Sony-s platformerekben. Igaz, hogy a legtöbbje az nem új mechanika, hanem inkább olyan gameplay elemek, amik már sok esetben a Nintendo-tól erednek, ami egy nagyon furcsa dolog, de hát nyilván ilyen bizonyos mozdulatokat meg működését a játéknak nem igazán lehet levédetni. Próbálkoztak ugye ezzel a Shadow of Mordorban, amikor azt a nemezises rendszert próbálták volna levédeni, aztán azzal is milyen rosszul jártak, volt egy nagy balhé abból még. Ott van fent jobbra egy barátunk is csak. Szevasz, te ki vagy? Berepülő pilóta, ilyen sebesség mellett fegyver már nem is kell. Ki ez? Ez biztos valami Mega Man és a haverok. Nem tudom, hogy ki lehet. Ti ismeritek ezt a karaktert? Ott is nincs meg a pályarészek, még boss is nekem sok. Hát figyelj, a potik, azok farmolhatók, de ha belegondolsz, a Bloodborne ugyanígy működik. Elvitték előlünk a haverjainkat. Forgóbígyó alatt nincs semmi? Nem, nincs, nem látszik. Ha lenne, akkor sem tudnánk lemenni érte. És én úgy látom, hogy eddig mindent összeszedtünk innen. Úgyhogy szerintem mehetünk tovább. De köszönöm, hogy szóltál.
Szia, Bandita, üdvözöllek! Itt sem látok körben semmit, megvan a checkpoint. Nézzük, menjünk ezzel a sínnel előre. Arra oda kell figyelnünk, mert lángszórója van. Betekerjük a csavaranyát, mehetünk tovább. Kicsit mellé estem, de jó volt szerencsére, most a hitbox nekünk kedvezett. Kell számolni, mikor tüzel. Kicsit problémás az a második, de megoldom. Ez mi volt? Oda küldtek egy... csirkét! A csirkével tudunk jetpackelni nagyokat. Akkor most arra is kellene figyelnünk, hogy a fák tetején lehet-e valami? Aha, szerintem igen. Ezek nagyon királyak. Na hát, oda fel lehet menni egy coinért. Három coinért egész pontosan. Ez mi? Ja, ez csak annyi, hogy volt benne valami cucc nekünk. Így, így. Azt hiszem, hogy kiszedtünk mindent, amit innen ki lehetett. De mindenhová fel kell mászni. A legmagasabb pontokon biztos van megint coin, így van. Ott is van valami. Lefelé is kellene mennünk. Ez tök érdekes, hogy itt ezekre nem tudsz ráugrani viszont. Mármint, hogy ráugrani rá tudsz, csak nincs értelme. Ezekben a platformerekben tök sokszor van ez a régi Mario-s iteráció, hogy ráugrasz az ellenfél fejére és rögtön győzöl. Ez betörik alattunk. Mondom azért, hogy leess oda, ahol a barátaink várnak. Vigyázzunk el kicsit. Agresszív lények. Na ti kik vagytok? Ez nem is a barátaink. Na hát, ez viszont tök jó, nézd csak. Van valami, amit meg kéne rántani. Hú, ez valami titkos zóna. Ez most zöld, az pedig piros. Gondolom a pirosra rá kell ugranod. Akkor valami gravitáció megváltozik. De menő. Hát ez de király. Most van itt valami platformunk, ezzel visszarakod? És lehullik minden. Ez mennyire jó? Ezt meghúzod, az egy mágnes. Mit akarunk vele megdobni? Azt ott fent, ugye? És most mi történt? Ott van fent egy haverunk. Át tudok menni vajon oda hozzá? Igen. Ez is valami... olyan robot, mint az előzőekben. Antigravitációs ász, aki gyorsan érkezik, az jó barát. Hát nem tudom, hogy ki lehet, de ti biztos tudjátok. Cukkerek ezek a kutyák, nézd meg! Nézd oda! Micsoda kis csóválás! Kis csillagokat érezted a kontrollára, hogyha hozzáértek a figurádhoz? Igen, lehet érezni őket, hogy... véletlen megint lementem. Jó kérdés, hogy a... azt érzékelem a kontrolleren keresztül, ahogy lépek, vagy ahogy a csillagokhoz hozzáérek, de igen, ilyen kis apró rezgések, és nagyon sok, tehát sok impulzus, és felváltva a bal jobb oldalán a kontrollernek. Ilyenkor ezt lehet itt érezni. Nagyon jó amúgy, igen, menő. Tényleg menő van megcsinálva. Itt még van néhány coin, meg néhány kellemetlen kis gazvickó. Űrkutyos kutyusok? Amúgy igen, azok. Nem tudom, hogy miből jönnek. De lehet, hogy csak ilyen díszítő elemnek van megcsinálva. Ó, ezt ki kell onnan szedni. Annyira király, amikor így átrángatja a földön. Ez itt van az árnyéka? Remélem igen. És hogyha itt felmennék, erre a fára. Itt van egy barátunk. Szevasz. Olyan hármas számú? Igen. Sebességőrült. Ha van erő, nem kell ész. Hát ez olyan, mint az én puzzle megoldásaim, nem?
itt is vagyunk. Megnézzük, hogy körbe van-e valami. Itt van egy kellemetlen kis fickó. Ez az. Meghúzzuk. Ezzel csináltunk egy platformot, de menőség. Nézd már, mennyire királyul van megcsinálva. Iszonyat ötletes. Mondjátok bele, kb. Ezért a játékért van a haptic feedback a kontrollerben. Hát igen, igen, igen. Ez biztos, hogy egy olyan dolog, amiben úgy érdemes. Mondjuk én kikapcsoltam, mert nekem zavaró. Nekem nagyon bántja a inhüvelyemet sajnos, de egyértelmű, hogy nagyon jó dolog. Normálisan, ha jól tudom, nem használ ki semmi, vagy igen? Vannak játékok, persze. Ilyen Horizon, meg egyebek, amik például a ijászkodás során, meg bizonyos FPS játékok, ahol a lövöldözés, ez kell. Ezt nem pontosan látom át, hogy mit akarnak most. Mi lenne az, ami ezeket a platformokat nyugissá tenni? Nem mehetünk ki a végére, mert megráz az áram. Ez hogy van vajon kitalálva? Nem az van, hogy alulról beugrasz és fent jössz ki? Nézzük meg. Próbáljuk ki. Nem, jó, de majdnem jó volt. Ezt nem látom át, hogy itt most mit akarnak tőlünk. Lehet, hogy a mobokra lett volna szükség valahogy. Vagy csak annyi a lényeg, hogy ide jössz, és akkor itt felugrasz, és... Ja jó, oké, túl gondoltam egy kicsit, azt hiszem. Elvittek ott az UFO-k egy tehenet. Hát tiszta X-akták. Meg is van a sok coin innen is. Hiányoznak még viszont a puzzle darabkák, azt figyelni kell, hogy hol lehet. Nézzünk vissza egy picit, hátha. Én innen nem látom, hogy bárhol is hagytunk volna. Szerintem nem hagytunk el semmit. Nézzünk előre. Szegény tehén. Ja, elszágúdottak vele. Egy darab puzzle piece-nek most már biztos, hogy lennie kell a környéken. Senki nem tud minket itt meglepni. Ott lent nincs puzzle sehol. Nézzünk ide fentre. Hát akkor az lesz a lényeg, hogy így felugrasz, elmész, megérkezel, ezt elintézed, és jöhet a következő pályaelem. Ez már egy kicsit nagyobb turpisság, hogy összeérnek a platformok, de nem baj. Ez is könnyedén megoldható. Viszik tovább. Nem tudom, hogy a tehenet vitték-e tovább, vagy valami más, de... Most itt micsoda? Ja, be kell szippantani azokat a kis aknákat, amiket lőnek felénk. És ki kell lőni őket. Tök menő. Elengedted a szívást, és átment fújásba. Ez olyan, mint az űrgolyhó. A druidia a bolygó levegőjét elszívva. Szóljátok, hogyha ti látjátok a puzzle-t, mert én nem látom. Valahol biztos, hogy lennie kell. Eddig üres. Aha, alulról kellene feltörni. Mind a hármat, az jó volt. Viszont puzzle piece nem adott egyik sem. Ott alul sincs semmi, a checkpoint a miénk. Ez olyan, mint ott van egy, aha. Jó, remélem, hogy ez a második. Ilyenrel szoktak a tehenet lopni, de szoktak ám. Meg még rosszabbakat is kísérleteznek rajtuk, meg megcsonkítják őket. Itt jobbra is vannak kis furcsa lények. Aha. És ezt hogy gondolták, hogy én itt átmegyek így? Igen, és majd ott leesel, de nem esel le. Mert visszajössz, ez nagyon menő. És csak, ott van fent egy barátunk, még jó, hogy megláttam. Bejössz, felmész. Hát jó, néha felmész. A második puzzle lett megszerezve, a coinokat ne hagyjuk itt. Hé, miért nem pörgette be? Helikopterrel szállítják őket? Nem, van egy ilyen csészhajszerkezet, azzal szokták őket elvinni.
lézerrel szét tudod égetni? Micsodát? Ja így, igen. Ilyet már csináltunk, csak még meg kellett őket ütni utána egyszer. Igazad volt, köszönöm. Kicsit olyan tanástalanul álltam előtte. Ez a negyedik haverunk, a Nova Rohamozó, ha van egy klónod, sosem vagy egyedül. Hát ez valami nagy játék sorozat lehet, hogyha ennyire ismert karakterei vannak, és ilyen sok darab van belőlük. Szépen haladunk, és itt mi lesz? Kapjuk el a cipzárt, és húzzuk le. Ez de jó, ezt neked kell lehúznod, és a kontroller is olyan rezgésben van, mint hogyha egy cipzárt húznál lefelé. Nagyon jó. Hopp, arra vigyázni. Azaz. Kitisztítottuk az utat magunk előtt. Vigyázzunk a nyuszi hopra, az mindig nagyon alantas. Azaz. Ezt engedjük lejönni. Ergessük meg. Király. Megkaptuk a coinokat. 11 darab gacsa húzigálásunk lesz. Viszik tovább a célplatformot. Ott van egy haverunk. És nézzünk alá. Alul nem látunk semmit. Odabent nem látunk semmit. Tök jók ezek a kis partikalak, amik most el is tűntek. Egy csőben érdemes fölfelé nézni, éppen arra néztem, de... Fent halljuk, hogy van valaki. Át lehet törni az üveget. Ez komoly. Ez majdnem itt maradt. Jövő versenyző, vigyázz hova célzol a szuperrakétával. Oké, igyekszem. Szedjük fel a coinokat. Kösz, hogy mondtad, mert itt maradt volna amúgy. Teljes mértékben itt hagytam volna. Checkpoint a miénk. Most pedig megvárjuk, amíg nyom egyet. Ez az. Coinokért felmegyünk. Lehet menni oda a bolygó ívére. Menjünk is fel rá. Körbe megyünk. Ott van egy haverunk. Nagyon király kitalációk peregnek folyamatosan. Igen, a bolygón is volt valami jaja. És most menjünk le. Majd érkezzünk meg a checkpoint másik oldalához. Majdnem leestem. Az eltalált. Na hát, a kígyószisz mekkorát ment. Aj ne, ez még nincs kész. Még csavarozni kell egy kicsit. Kapjuk el. Húzzuk ki, úgy. Figyeljünk az utolsó puzzle-re, hogy hol lehet. Oda alulra nem mehetünk ki, úgy látom. Milyen chilles itt a zene. Egészen kedvelem. Az el van kapva. Nagy ugrás és egy még nagyobb jetpackkelés. Vigyázzunk a lángszóróra. Szerintem ezt így csináljuk meg, azaz. Meg is érkezik a checkpoint. Azt mondja, itt nincs semmi. Haladjunk tovább erre. Szaladgálva. Ezeket ne hagyjuk ott. Ebben nem lesz gacsázás, hogyha így megy. Nézzük csak meg, hogy mi van itt balra. Hoppá! Hoppá! Egy utolsó puzzle a pályán. És akkor már csak egy kis haverunk hiányzik. Oké. Eddig maxolva megyünk. Nagyon szépen. Nem is értem, hogy a... Melyik játéknak volt ez a... pályája, amit elmisszeltünk, a kettő darab puzzle-t, az nagyon durvi volt. Szerintem a Pokoloko, vagy melyik volt az a játszás. Hoppá, ott lelögtek. Ez tovább vitt bennünket. Nem lehet, hogy a... Na várjál. Nem, alattunk nincs semmi. Akkor itt kell, hogy legyen a haverunk előttünk. Szerintem ki fogjuk szabadítani még a végén a boss fight-ban. Überfó! Ez az über ellenség. Legalábbis remélem, hogy úgy lesz. Ezek felrobbannak. Jelenleg mit nem is látunk a játékban végig. Szerintem ennek még lesz egy DLC-je is. El tudom képzelni, hogy extra pályákat fognak majd adogatni.
úgy gondolták, hogy így alulról megütöm? Az elment. Ide szokott jönni, nem? Nehéz utolérni, esküszöm. Most? Ez az. Szaladás van, mert agresszívak nagyon. Hát akkor még egyszer. Szerintetek is itt kell, hogy legyen a haverunk valahol? Lesz DLC, a State of Play-en jelentették, hogy viszont 5 pálya. Megszereztük a karakterek össze, az Eve, a Stellar Blade-ből, de jó. Ez tök jó hangzik. Elé kell menni, nem mögötte szaladni. Megint megvan. Lucy hoppokat nyomogat. Most erre jön. Nem, arra megy. Nem, össze-vissza megy. Jó volt. Meglepően jól sikerült. De hol az utolsó barátom? Mikás, hol az utolsó barátom? Vissza kell, hogy menjünk. De nem enged vissza. Na ne szórakozz velem. Magamat hallom. És ha leesel, akkor hol fogsz kiukadni? Itt. De nincs is checkpoint. Hol van az utolsó barátunk? Hey! Hát hová rakták el? Hát nem mondott komolyan. Ne. Én azt hittem, hogy itt kell, hogy legyen, hogy meg kell mentenünk. Fölöttünk lett volna. Hol? Hát ez érdekes volt. Ez így nem lett kimaxolva. Menjünk még egy kört, néha nem is baj az. Rendítsek? Menjünk gyorsan. Hát át tudunk rajta szaladni, mert ugye nem kell megcsinálni a különböző bónusz részeket, meg ilyesmiket, hanem csak szaladva menni előre. Azért ez sokkal könnyebb, mint... Tehát, hogy átszaladni már régóta végeztünk volna az egész játékot, hogyha szaladgáltunk volna. Mondjuk ezek a coinok, ezek még jól jönnek. És eléred, és rögtön ott van. Aha, de akkor megint meg kell csinálnom a... Ja, nem kell megcsinálnom a boss-t. 200 coinért megmutatná, hogy hol van. Dehogy is. 200 coin az két pörgetés a gacsagépen. Egyszerűen csak szaladjunk végig. Jaj, ne! Hát ez... Oh! Ez kiszúrta a szkafanderem. Meg kéne találnunk a szuper csirkét, aminek segítségével gyorsan és könnyedén haladhatnánk végig a pályákon. Az ilyen meglepő érkezés volt. Jobbra fent ugye voltunk. Ott viszik a tehenet. Tipzáros részt kell keresni? Aha. Itt valami volt, láttátok? Wow, azt a... Jó, hogy nem talált el engem is. Jön a csirek, nyomod. És már ott is vagyunk. Következő, és még egy. Azt ott hagyjuk, szerintem nem kell a kígyóval küzdeni. Hey, de beakadom ide folyton. Az árnyék az nagyon jó indikátora annak, hogy hol jár a platform éppen fölötted. Meg vagyunk. Már mehetünk is. Ez a speedrun már. Ez már a speedrun, hogyha valaki nagyon kíváncsi, hogy hol járunk a speedrunban. Hát mutatom, nagyon-nagyon jól járunk, nagyon jól állunk vele, és gyönyörűen sikerül haladni. Ráadásul még coinokat is farmolunk. Itt viszik a tehenet, viszontlátás. Vigyázz a nyuszi hopra. És tovább. Ez a munkás speedrun. De amúgy tök jól megy, mit akarsz? Hát a
szívás, a brutális szívóerő, a vákum, ne verje ki, ne rázza ki, Erikával szívassa ki. És mehetünk tovább. Elképesztő csirkeharcos, brutális jetpack élmény. Rontás és bontás. Csak itt nálunk, a tudjátok, hogy hol. 1453 és tovább. Mert a Lázár János. Világrekordgyanús. Hát ez nem titok, hogy arra játszunk, ugye? A magyar rekord az már szinte mindenféleképpen meg lesz. Ezt nem nehéz megdönteni. Szerintem más nem volt ilyen hülye, aki ráment volna, de nem baj, nem baj, nem számít, gyerünk. Ott van, rákaszkodik, letépi, átmegy. Egy megvan, többivel nem foglalkozunk. Uszi hopp támadások. Rátekerés. Egyszerűen ezek a pixel kitalációk marhára ötletesek. Lehúzod. Hát talán kb. Egy olyan 3-4 perc alatt végig is lehet szaradni. Szia Kata 148, vége van a mai streamnek már is, de hát ilyen hamar. Cívzárt kell keresni, de cívzár, várjál. Látom már, ott oldalt nem mentünk be. Szerintem ott oldalt nem mentem be. Itt biztos, hogy nem jöttünk el erre. Igen, ez kimaradt az előbb. Mi, azt elvitték? Még nem látjuk, hogy hová vitték el, de... Mindjárt megkeresem. Ott megy! Meg is van! Nem akartam pútolni, a sok lett volna, ne csináld! Ha megvan a haverunk, akkor viszont elhagyhatjuk a bolygót, nem kell már legyőzni még egyszer a főbosszt. De hát innen nem vitte tovább az előbb, hogy nem tehetad meg. Csak annyi volt, hogy nem vettük fel, nem néztük meg oldalról azt a pályarészt. Ez is ki van maxolva. És akkor most kinyitjuk ezt a pályát. 7 darab haverunk hiányzik. Jönnek mind a 200-an segíteni. Itt egy darab haverunk van. Az nem jó. Nem baj, rámegyünk. Na mi lehet ez? Egyetlen egy darab haver. És puzzle sincs benne. Itt van a izé, Angry Bird. Az Angry Birdsből. Az az egy darab haver, az biztos, hogy valami olyan helyen van, ahol... Á, megint a Goisli. Annyira kár, hogy a Goisli terültetik, pedig tudod, hogy mi volt a király? A shrinking, amikor összement a karakter, az iszonyatosan jó volt. Azt többet kellett volna ebben a játékban használni. Meg az időlelassítás, vagy leállítás. Majdnem leállítás, inkább lassítás az, de... Érted? Azt nagyon sokat lehetett volna használni, marhára élvezetes kis hajtát kell alakulni. Ez a visas Route 66, a Route 96. Ah, nem ismerem. Nem ismerem, de majd megfogom. Ide nem is tud lőni, na? De tud. Vagy legalábbis próbál. Oké, itt megvan minden, mindenki megvan, mehetünk. Letekerjük a csavaranyát, ráugrunk, megérkeznek a platformerek. Hát itt gyorsan lehet haladni, ez nem... Nincs túltolva ez a pálya eddig, ahhoz képest, hogy egyik utolsó pályára gondolunk. Ötletesen van megcsinálva. Becuppanunk, és érkezik a szupermadár. Aminek a fejéről véletlen tovább pattantunk a hátára. Falcon McFly! Oké, ő boszkodik. Vigyázzunk. Ellenségesek. Ez egy aréna harc. Aha. Átalakultunk. Nem bír el vele. Wow. Oldalt vannak platformok, nézd csak. És most ez fájt ennek a szárnyának. Újabb aréna harc. Elől volt valami, láttad? Ott valami van. Mindjárt megnyomjuk. Nagyon mutogatja. Aha, ötletes. Most jön a bal szárnya.
Jobban már megvagyunk. Hé, visszanak ott középre. Ezek le tudnak lökni téged. És ez le is lököd. Na ne. Jó, de van még életem szerencsére. Megvan mind a három. Vigyázzunk el magunkra. Oké, elengedi. Megint megvan. Most megyünk bal oldalra. Ez az. Ez már a speedrun megint. Ne aggódjon senki, ez már az. Megpergeti. Most előre néz, most előre ugrik. Rámegy, fejre. És még egy. Lehet, hogy győztünk már is. Nem, vissza a középre. De mit szeretne még tőlünk? Hányszor eltaláltuk már? Még egy aréna harc jön. Eddig szuper. Hó, mekkora az a benga. Mert a következő. Most fogja a szárnyát megint kiengedni, így van. Vigyázni kell vele. Agresszívabb volt már. Még egyszer. Most előre megyünk. Megvárjuk. Nem kell megvárni. Pedig itt így kicseleszhetett volna. Mekkora puklia van. És még ütögeted. Jaj, szegény. Hát mekkora puklia volt a főbossnak, láttad? Elsőre. És a tojásban van a barátunk. Ez Aloy. De király. A Horizont rakták a végső pályára. Hát mondjuk én hiányoltam volna, ha ez nem lett volna benne, hogyha ha benne voltak a God of War-os fiúk. Hát ez nagyon menő. Ez nagyon menő. És akkor most fel kell venni Aloy-ját, és majd az ő alakjában kell a végső pályán nyomulni. Egy újabb kimaxolt pálya. Nézd, és ott van a Longneck, Tallneck, bocsánat. Majdnem Longtailt mondtam, de az... az csak egy ilyen önreflexió. Gépigarázdák, a öt kis haver, akkor kettő hiányzik? Hogy kettő haverunk hiányzik? Hát de hiszen mindenhol megvan minden. Volt valami, amit nem csináltunk meg? Van egy pálya, ami kimaradt? Ott van! Hónapokat, te kicsoda vagy, te hogy kerültél ide? Lehet, hogy előre kellett jönni, hogy ez megjelenjen. És ott is van valami, egy puzzle piece-t, ott visz valaki. Gyere ide! Jó, ez coinnak is jó volt, de egy darab haverunk van, egy elveszett a játékban. Hát orvos pályák megvannak, amire írtam, már meg is találtad. Aha, ezek most érkeztek meg. Ez miféle ki... Aha, be kell törnünk a padlót a haverjaink alatt. Jó, ez erős így, hogy... nincs meg a hozzá szükséges kitalációnk. Vigyázzik el az árnyékokra ezek szerint. Nem mondod. Elintézi magának a földet. Neked csak a többiekkel kell itt foglalkozni, úgy látom. Te azt meditáló Hunter? Mi a helyzet? Hogy vagy? Nem mondod. Mindjárt készen vagyunk a teljes játék 100%-olásával. Mint hogyha lennének helyek, ahova nem lő. Meddig küldöd amúgy a dolgaidat ott? Nem semmi. Külső ív az mindig járható marad. Hop, ajjajajajaj, egyre veszélyesebb. Ez olyan, mint Fall Guys-ozni.
Elugrottam meditálni? És mikor szoktál honterkedni? Ott nem is találhatott volna el. Nem is esett ki a lábam alatt a talaj. És hogyha a kettő rózsaszínt csinálnánk meg? Nem ér. Jobbról eltalál. Ilyenkor vagy honter? Mit jelent a honter? Ja, már tudom. Bloodborne. Az lesz az. Jók vagyunk. Már csak három van. Igyekezzünk a jobb oldalival foglalkozni. Ide maga köré nem rak le semmit, úgyhogy itt jók vagyunk. Beugrunk megint középre. Úgy látom, ez a safe room. Igen, néha szoktam tévedni. Az mégsem ház. Szia, Astromókus! Hogy vagy, mi a helyzet? Már nagyon vártunk téged. Már kíváncsiak voltunk, hogy na vajon mi van Astromókussal meg Fullerzzel? Már megint nincsenek sehol. Mindenki ki volt akadva, hogy nem lehet igaz. Merem ez errelő. Adjuk, hogy leszedje a platformokat. Így van, menjünk át oda. És most kell rájönnünk, hogy hogyan. Szedjük szét. Ó, ne szórakozz! Megint kiraktak a tévére. Biztos már megint ott vagyok a tévéjükön. Á. Viszonyatosan rossz szokás. Hogy csináljuk ezt meg? Eddig jó. Vigyázz. Egy még megvan, de kellene nekem azzal az egyel. Szerintem nem is kell azzal foglalkoznom. Leszedjük ezt így innen. Meg innen. Ne találját. Oké. Megvan, megvan, megvan. Még élek. Várj. Várj, az is. Ne, megvagyunk, megvagyunk. Minden szuper. Jó, és most középen van, tehát átszaladhatunk itt az íven hozzá. Kis analóg mozgatással. Ez nagyon jó. És ott van! Ki vagy te? Ez valami skateboard? Aha, deszkás isten. De hát ez nem a izé, a Sólyom Tomi. De, a Sólyom Tominak a professzionális korcsolyamester, tudod? Itt beszéltük Fullerzzel, hogy lehet a Móki. Hát de Móki itt van minden este, hát csak titeket vár. Mit kell ebből beszélni? Hát itt vagyok. Azt a mindenségit. Most már nagyon szomorú vagyok. Eddig volt jó napom, most már elmúlt. 294. És akkor ott bent van a 299 a gépi garázdáknál. Még mielőtt rámennénk a végső pályára. Menjünk csak vissza be kicsivel. Elveszett egy haverunk. Mindenhol megvan minden. Itt hiányzik kettő puzzle piece. A végső pályáról, a pokolokorról. Az viszont nagyon kemény lesz, a zenére készüljetek fel. Az első és az utolsó puzzle kellene még. Ha az megvan, akkor mehetünk tovább. Becsapódás ilyen? Igen, az ki van maxolva, jaja. Opó-lopó, az ám. Szerintem... Á, nem vesszük fel. És felkészülünk az analóg gyroszkópjának használatára. Picit lehalkítom. Miért? Mi a baj ezzel? Kezdődik. Ez a zenebarátom, aki ezt kitalálta, azzal nagyon elbeszélgetnék. Okoz némi dallamtapadást? Én úgy érzem, hogy meghaltam, és egyáltalán nem oda kerültem, ahol szerettem volna jutni. Törhető a föld. Aha, és hogyan állunk össze? Így. Jó. Rögtön az első puzzle-t nem találtam meg, de... Itt nem is mehetek jobbra, csak balra. Dehogy nem, kiugrunk vissza. Itt nincs semmi. Szia, Fieldy, hogy vagy? Nem, itt nincs semmi. Olyan ez, mint a kis gömböc. Mesélje, nem? Nincs puzzle?
Az elsőt hagytuk el a puzzle-ök közül, azért... Mit nyom a gyerek? Össze-vissza izé, ha dobál. Hát itt megvolt, de ez... Ez hogy mi lehetett? Lehet, hogy egy popó-lopó? Itt nincs semmi. Jézusom, nagyon komoly, ez az a használata a kontrollernek ilyenkor nagyon meg... De teljesen megvan, ott van jobbra, megváltozik ahhoz képest, hogy eddig milyen volt. Ha okosan, azt mondja jobbról, nagy lendülettel, és ott is vagyunk, és most összeállunk, és most meg is van az első darabkája. És már csak az utolsót kell megtalálni, felugrunk. Jöttem feltöltődni pozitív energiákkal, de jó helyre jöttél. Ez marhára jó ez a játék ahhoz. Én a te helyedben még játszanám is. Nincs meg neked véletlenül? Ó, hát nekem már a YouTube kommentelők már írogatják, izé. Nem adott kölcsön az akuntodat? Én is kipróbálnám, meg ilyenek. Hát na de, hát persze, de, hogy a viharban, haver. Anyukámat megkérdezem. Ezt nem hiszem, hogy felvettük az előbb, de nincs is benne semmi, csak néhány coin. De legalább most már nem kell foglalkozunk azzal, hogy a... Hopp! Na ide sem jöttünk fel biztosan. Hogy a haverjainkat kimentsük, nem leginkább csak annyi, hogy figyelni kell, hol lehetnek vajon a puzzle piece-ek. Ott is összeszedtünk mindent. Amúgy rohadtul ötletes ez az egész, nagyon-nagyon jó. Lenne egy PSP-m, ezzel biztos, hogy játszanék. Wow. Figyeld. Figyeld, hogy nyomják ezek a barba papáik. Szevasz Jai, hát mi a helyzet? Nyomod? Menjünk megint le, az fellök téged. Ott nézd, ott balra törhető ám. Aha, de sajna megvolt már. Ez az, ott most vigyázzunk, mert az eltűnik. És most menjünk jobbra. Ugrációval. Erre, mert a három coinosokat én nem hagyom ott, a gacsagép nem fogja kinyitni önmagát. Ez az. És most össze-vissza lögdösődünk, jobbra is menjünk, ajjajjaj. A puzzle-t jó, hogy nem ide rejtették el amúgy. Kicsit kilapítanak bennünket, de már ott is ez nagyon jó az a pálya. Loco Roco-nak van PS4-es remastered verziója. Azt hiányzik még a kakszka. Fú, hát azt nem nyomnám azért. Ötletes, meg jó, de PS4-en kontrollerrel nem tolnám. Itt is kimentettünk valakit, 1800. Hol lehet az utolsó puzzle? Itt kell szétnézni. Várjál, itt a fák is ilyen furik. Na, ez hogy került most oda? Hát ezt sose találtam volna meg. Hát, na jó, ezt sosem találhattuk volna meg, ti észrevettétek volna? Most már a két coint felveszem. Jó, és akkor ezzel el is hagyhatjuk a bolygót, hiszen megjött minden, amit innen össze akartunk szedni. Na jó, akkor ezáltal most már ez a galaxis is ki van fullozva. Várjál, mert most a gyroszkóppal próbálok menni, pedig nem azzal kell. Ha megvizsgáljuk most az összes galaxist, az elveszettben megvan az 55, a kígyóködben megvan a 42, a csápcsillagokban 43, a Gorilla Galaxisban 42, a becsapódási helyen 30, a Kameleon Kozmoszban 40, a Toltei útban pedig állítólag még egy hiányzik. A végső pályán, mi? Hát 6 darab hiányzik, de a végső pályán hát szerintem itt lesznek ilyen meteorok akkor. Más nem tudok elképzelni. Kell, hogy legyen még meteor, nem? Kell, hogy legyen valami érkező. Három zátonyt kellett megütni? Aha, lehet, hogy volt már ilyen valahol. Lehet, hogy csak akkor jön meg, hogyha megcsinálod az utolsó pályát, vagy krúzolnod kell a bolygók között, és akkor jön be? Milyen napod volt, Jai? Hogy sikerült a minden is? Ágyugójó, kitaláció. Na jó, hát figyelj, bemegyünk a gépi garázdákra, megszerezzük az utolsó három puzzle piece-t, mert hogy, hát gondolom, hogy ez a három hiányzik már, csak más nem nagyon lehet. És akkor utána valahogy majd rávezetnek, bár lehet, hogy lesz egy főboss. Lehet, hogy lesz egy fő-főboss, és ott lesz az utolsó haverunk. Nézzük Aloyt! A Tolnekek világában. Új, ennek nem szabadott volna neki menni, mi? Ott a puzzle. Hello, 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 nem éri el. Jó, újrakezdés.
Gyorsítani kell, hogy felvedd. Kicsit nagyon hűvös van. Azt én is érzem, igen. Ez a kedvenc pályád? Nekem eddig a Ragnarökös volt. Ez fájt azért. Szárnyi nélkül. De felvettük, amit fel kellett. Megérkeznek a coinok. És akkor mostantól figyelnünk kell. Az utolsó komoly pálya ez a játékban. Innentől már én nem számítok nagy meglepetésekre. Viszont ettől nagyon sokra számítok, hogy jó lesz. Lenézünk azért itt is. Aha, kifelé állnak a kis vasbeton elemek, mint a Horizon világában. Ugye a több ezer éve, ezer éve tönkretett bolygónkon található épületekben. Ott van Aloy, aki, mint ahogy a játék elejében legugol a fűbe, és onnan gyakorolja a lövéseket ugye a különböző robotokra. Nézzük a zenét, hogyan módosították. Miért volt ott egy nyúl egy répával? Ó, és lehet célozni. És lelassul az idő, mint a Horizon. Na jó. Ez tudod, hogy micsoda? Ez egy marhára nagy marketing szerintem a különböző játékokra, amiket ugye a PS-en játszhatsz. Iszonyatos nagy reklám nekik, hiszen itt bemutatják az alapmechanikáit azoknak a gémeknek, és ugye esetleg valaki még nem játszott volna eddig vele, ha is a láncsával is lehet hadakodni. Nem. Az íját használja csak láncsaként. Mindegy. Szóval, hogyha itt megtetszik, hogy mit kell benne csinálni, akkor a gyereknek meg fogod venni azért a Horizon, meg magadnak is, hát nyilván, persze. És ez egy tök király dolog amúgy. Ott vannak a kis hologramok. Nem lehet használni a... Witcher Senses-t. Jön a zene is. Kicsit diszkósítva, de nem rossz. Nem mondom, hogy jól célzom, de... Ó, oh, szegény. Azok ilyen mennyétek amúgy? Nem ilyen hört, csak az is. Bogi ismeri már őket. Kicsit megabúzálta őket élő, és most már mehet is. Oda kell lőni egyet nyilvesszővel. És te kilövöd előtt ezt a kettőt, coinokat megkapod azonnal, ugye? Milyen rendbe álltak. Marha jó. Ez is király, hogy lelassul az idő. Amikor célzol. Ott van fent egy haverunk. Hoppá! Kilőttem a platformot haverunk alatt, és majdnem elvitték őt a szuperben a szellemfelek. Gekko? Még az is lehet. Szevasz! Jaj, hát ki lehet ez? Nyilván a fogadott apukánk, a hűséges Oszerám, épp hogy megbízható szövetséges, amilyen jó harcos. Amúgy lehet, hogy nem is. Nem. Ez nem a... Fater. De hasonlít a haja. Hogy is hívták őt? Erend. Igen. Kettő platinázott játékom van PS-en, ez, meg a következő része. Bár azért az első része sokkal jobb volt. Az első része volt az igazi sajna. Mindenki a második részét szereti jobban, pedig az elsőnek misztikusabb, királyabb története volt. Átláthatóbb harcrendszere, jobb fegyverei, és úgy összességében szerintem minden szempontból egy királyabb játék, mint a folytatás, de sajnos nálam ez a PS-nél több játék esetében is így érzem, mert nekem a Ragnarök is ugyanez gyakorlatilag a véleményem azzal kapcsolatban, és a 2018-as zseniális, ami utána jött, az már annyira nem nagyon. Mik vannak ide bent? Hát... Oké, azzal majd beszélgetünk mindjárt, és csinálunk magunknak oda egy létrát. Ez rohadt menő. És a békákkal mi van? Robot békák, oda néz. Ők lőtték ki a rakétákat. Aha! Na jó, beszéljünk vele. De ő mi lehet vajon? Mi a fene lehet ő? Biztonsági felderítő rajtad tartja a szemét. Ő egy egyszerű scout. Ami nem ilyen makifarokkal rendelkezett, hanem ő egy raptor volt a játékban. Ezt hogy hozták ezt össze?
feje hasonlít ez a cső, de a teste egyáltalán nem olyan. Observer robot? Scout volt azt hiszem a neve. Király zene. Királyk a hologramok a múltból. Nagyon ötletes mechanikák jönnek. Kemény leesés. Nagyon ötletes mechanikák jönnek, tehát bocsánat, most mutatom be őket. Madagaszkári meg... Igen, ilyen megfigyelő maki volt kb. Takármi is van, meglőttem. És kaptunk ide egy kötelet. Puzzle-öket eddig nem nagyon láttam. Ja, úgy akarta volna, hogy csúszás közben lövök? Lehet, hogy úgy akarták volna. Igen. Azt a, ott fent azt mi intézte el? Itt vannak a csapdák, de hiszen ezek az én csapdáim voltak. Rám nem lehetnek hatással. Úgy tűnik, hogy mégis van. De most nem tudtok ott átjönni, az titeket megcsap amúgy. Én mondtam. Gyertek, gyertek. Nem mernek jönni, ők mertek, ők nem mernek. Jó. Én nem izé. Hoppá. Nem erőltettem volna. Itt biztos van valami. Ja, hogy a jetpackkel intézi, de jó. Sziasztok. Király zene nagyon. Hát egy csodajáték volt a Horizon, hiányozni is fog, nézzük, az a micsoda? Ez volt a második puzzle. Haverokkal, hogy állunk? Három hiányzik. Ott jön a rengeteg coin. Már van 20 pörgetésre elegendő. Ez a Tuts Horizon. Nem szereted ezeket? Szerintem ez egy igényes mix lett. Várjál, az robban. Az nagyot robban. Lego Horizon? Jai-nak a kedvence? Gyere, remélem nem vacogsz ám egyébként, vittél meleg ruhád? Ha megtudom, hogy megfázol, ketté fejellek. Még nem szoktam agresszor lenni. Itt nincs semmi. Új, itt nem lehet használni az íjat a víz alatt. Most mi lesz velünk? Még hogy tudunk pergetni. Jön majdnem soká. Mármint a micsoda? Megfázás? Mindenkinek ilyen boldog, nyugodt élete lenne, mint a világszerű kis hologramoknak. Hát, amúgy igen. Bárcsak úgy lenne. Remélem nem rossz semmi nálad, Filvi. Itt vannak a régóta már halott emberek, akiket elintéztek. Elintéztek a robotok, amik a klímaválságot megoldandó jöttek létre. A nagyvállalat által, aki ellen küzdünk ugye. A játékban. Marhára jól megírt sztoria van, nagyon szeretem. Nem két póló, de fá... Két pólóval mentél el? Az igen. Te se aprózod el ezeket a ötözködési dolgokat akkor. Ezt nem lehet innen eltalálni. Na azért. A tolnekre fel kell mászni, azt nem hagyják ki, az biztos lesz benne, hogy a tolneket meg kell másznunk. Bezárták az ajtót mögöttünk, remélem nem hagytam ott semmit. Kis haverjaink ott agresszorként állnak. Ott van még egy. Innen le lehet snipolni őket. Nem volt olyan, hogy nyomod a gombot és akkor bezoomol, de hogy nem, csak itt ebben nem rakták bele. Nem akarták túltolni szerintem. Hát... Ott van a kígyónak a kis gyenge pontja, a tartája. Savval lehetett nagyot sebezni rá a kettőben. Kabát nélkül elkéig nem megyek ki. Hát én is azt mondom, két pólóba ment el. Hosszú ujjú legalább. Egy pólóba másikat kaptam. Hát az azt igen. Jó van akkor, hát te is tudod akkor, hogy kell felkészülni egy téli túrára. Jön a tolnek, amiről fel tudunk ugrani szerintem, vagy nem, belülről tudunk kiugrani a tolnekre. Akkor itt fel kell gyugorjak. De ez csak akkor segít, ha megpörgeted? Nektek így van, igen. Itt jön már.
de király, ott vannak a makik rajta, nézd. És itt felugráltat a tetejére. Hoppá. Hoppá. Ez, én nem is oda céloztam, de a játék azt mondja, hogy de, hidd el, hogy oda céloztál. Nem kell aggódnod. Semmi miatt, oda van célozva. Megvan. Felmászunk oda is. Hey, nem, na, hey, na, he, na hát. Ez azt igen. Ez nagyon furi volt. De hát a tolnekre attól még vissza kell mennünk. Alul néz szét, rajta vagyok, türelem. Gondolom, hogy nem fog tovább lőni azonnal. Nagyon remélem, hogy nem fog. Ott van egy barátunk, akit meg kell menteni. Na jó, akkor még visszamegyünk, mert félek, hogy tovább lök. Milyen agresszorok, ott bántják a haverunkat. Te ki vagy? Egy kimaradt, ő fűnyűvő, a tökéletes fűnyíró. Ilyen egy tökéletes fűnyíró? Nálam pedig kell füvet nyírni majd a héten. Nem ilyennek képzeltem el. A robot szarvas? Igen, szerintem az lehetett, igen. Egy darab haverunk kimaradt, valahol ott van még. Ez a 4-es számú volt, és nem látjuk, hogy hol a következő. Újra kell kezdeni? Nem, oda megyünk, arra felé néz, csak ott van egy lyuk. Aha, ott valami nagy csel van, egy puzzle van oda bent. Hey, ez egy szarvas. Rossz helyen áll. Ez az. De ez csak puzzle gyűjtő. Megvan mind a három puzzle, de nincs meg minden haverunk. Egy kimaradt. Most mi lesz? Hiszen nem mehetek vissza. Ez a... Visszamehetek. Ott van fent. A kemencéknek, koldronoknak volt ilyen ajtaja. De ki vagy? De jó, hogy visszaengedtek. Vízből ott lett volna valami, így van. Apja kitaszított fia. Legendás harcos mestere. De hát akkor neki kell lenni izének, faternak. Ő is ki volt taszítva. Rossz, igen. Ó, hát mindenki sírt, amikor meghalt. Persze nem akarok spoilerezni. Elnézést, na. De ezen a csatornán már végig van játszva, jó? Már ki van platinázva, én már mondhatok ilyeneket, ugye? Ajajaj. Lehet, hogy nem kellett volna. Nem. Hogy halnak? Hát hogy halna már? Hát ő egy alap karakter. Zsig! De mi? Ti nem láttátok nálam ezt a végigjátszást? Ti most jöttetek ide? Vagy mi van? Hát hihetetlen. Platináztuk. Tudjátok, hogy hány órát töltöttünk el vele? Nem hal meg, de hogy is, csak vicceltem. Itt jobbra van valami. Maki és haverja. Makó. Eszik a banánt, meg tépkedik a szirmokat. Jaj, ott van bent valaki. Nem halad meg főkarakter. Ekkor de már jobban van. Most vettem meg. Hát, dehogy is. Hát, nagyra becsült vándor, öröki a tudás nyomában. Na ő kicsoda. Röki a tudás nyomában. Olyan cucca van, mint egy oszorámnak. Silence? Elképzelhető, hogy ő lesz, igen. A tudás nyomában járó kis gaz fickó. De most amúgy, tényleg ne haragudj, nem akartam elspoilerezni ezt a dolgot, de... Hát azért... Itt azért neked is volt felelősséged, hogy Horizon-ös pályán vagyunk, és nem nyomtad ki egy pillanatra. Na, de nem akarok izé másra fogni, meg ilyesmi. Én hibám is. Szóval most megvagyunk mindennel. Így van, és mehetünk a végkifejlet felé. Amúgy a God of War-os pálya kicsit részletesebb, ötletgazdagabb volt talán, mint ez. Bár ez sem rossz. Eddig szerintem a mélypont az az Uncharted-es volt. Nem volt rossz, de sokkal többet kihozhattak volna belőle. Ezek közül a PS-es pályák közül. Próbálom menteni? Hát, bocsánat, na. Szevasztok, ez nem róka, ez teknőc, hát nem látod? Jön már is a robot T-Rex. Blunder Joe!
Ott van az alján. Menő. Szegény. Most valamit el kell majd találnom? Király! Mint a Horizonben. Ja, a diszkoszvető is. Feleslegesen lassították be, hoppá! Megvannak. Jön a befejezés. Feldobott tevenő. Ultra király. A Horizonben azért annyira nem ilyen akciódús, de persze, hát rohadtul az, amikor ezeket kell legyőzni, de általában nincs olyan, hogy feldob a föld, és akkor te így, mit tudom én, egy hullámot meglovagolva, iszonyatos módon felülről lövöd a robotot, meg ilyenek, de ez azért egy kicsit túlzás, de egyértelműen jól működött ebben a platformerben, és ugyanarra a kitalációra épült ez a rész is, mint a Horizonben, hogyha valaki szereti az ilyen lőd meg a gyenge pontját, és akkor élvezd annak a gyümölcsét dolgokat, a Horizonben megtalálja marha kemény robotok ellen küzdve. Hát kb. Ilyen ősi technológiákkal, a modern technológiákkal szemben. Marha jó kis játék, és próbáljátok ki mindenki. Visszajön! Kis lassítás. Oké. Volt még egy pont, ahol meg kellett lőnünk. Jó kis ultra hard végigjátszás. Hát igen, a játék azért annyira nem nehéz. Ultra hardon szerintem egy normál élményt tud szolgáltatni. Végig megyünk a hatalmas nagy hátán, mindent összeszedtünk, már csak a coinok kellenek. Pont úgy jöttünk ki, hogy megvan a 2300, tehát 23-at tudunk majd pörgetni. Az micsoda lesz? A PS következő darabja majd. Meg is van az alkatrész. Ez pedig egy nagyon furcsa design. Anyahajó védő fedele legtrendibb módja a légköri hőhatások kivédésének. Ezzel akarták valahogy rávenni a játékosokat, hogy vegyenek különböző fedeleket, matricákat majd a PS5 Pro-ra $100 darabját. T-Rex a pömpölőjén. Az ilyen kis hasi rész volt. Ezeknek a hatalmas gyíkoknak ott mindig volt valami tároló egység, és akkor azokban a tárolóban volt a gyenge pontja. Bármint, hogy az az elem, amivel sebezni lehetett. Ott volt a csontváz a padon? Észre se vettem. Nem mondom el, hogy kicsoda, mert látom, hogy itt vannak olyanok, akik még nem vitték végig a játékot. Szóval most... tisztítsuk meg, hát persze. Hogy néz ez ki egyébként is? Ki az, aki ilyeneket firkált rá? Gyerekkoromban temperával szebbet festettem. Leszórakozz. Mi ez a izé? Vigyorgó ilyen izé... Bank meme. Gyorsan szedjük le róla. Nem mondom, hogy szép konzol a PS5, mert egyértelműen nem az, de fehéren szebb volt. Mondjuk még jobb, mint egy Xbox, az is igaz. Na hát ezt is, gyerekek, aki rárajzolta. Azért ezt a gyereket szobafogságba raknám egy időre. Egyik készítő kislánya rajzolta. Legközelebb rajzoljon papírra, jó napot kívánok. Figyelj már a
volt is egy ilyen mém erről, hogy a gyerek otthon maradt egyedül, és hogy összefirkálta az egész lakást, és a konzolt is, meg minden, az nagyon vicces. Nem tudom, láttátok-e? Nem is emlékszem, hogy ilyenek vannak. Mert ránézek a konzolra, itt mellettem nincsenek ilyen részei, hogy csavarokkal van rá rögzítve. Igen, az a reklám, igen, az marha jó. Rászereljük az anyahajóra még ezt is. Hát de még a főbossz hátra kell, hogy legyen. Az utolsó haverunk kiszabadítása. A platina trófea megszerzése. Miért az elektromos fogkefével mostan? Na, jó kérdés. Na, és most ezzel összekötjük a kábeleket. Mert az RCA. Ez volt a két oldala a hangfalaknak. Na az ő. Ez volt a videóképa, az utolsó az pedig nem tudom, azt véletlen dugtam be. Megy az energia és az anyahajó készen áll. És itt hagy mindenkit. Szevasztok! Érted, itt állunk lent 300-an. Én vagyok a 300-dik, most jut eszembe. Én vagyok a 300-dik. Király! Kész! Őrületes nagy parti van. Gyerekkoromban szobám felett vízfestékkel, temperával festettem, hatalmas különböző mintákat könnyen mosható, én még élveztem. Az mondjuk nem rossz. De hogy lett meg az összes? Nem értem. Mintha egynek hiányoznia kellett volna még. És megvan az összes puzzle... Se. Hol lehet az utolsó négy puzzle akkor? Na ne! Az ott micsoda a processzor? Valami hiányzik a PS-ből? Meg kell nyomni a vészgombot a becsapódási helyen. Hát de hol lehetnek a puzzle piece-ek? Lehet, hogy itt szét vannak még szórva. De emiatt nem fogjuk tudni megcsinálni a kimaxolását a játéknak. Megyünk gacsázni gyorsan, mert nem bírunk magunkkal. Mielőtt bemennénk a végkifejletre. Jöhetnek a pokélabdák. A gacsalabor. 23 pörgetés. Elhiszed ezt? Hogy pont 23 hiányzik? Hát ebben most nem szabad, hogy izé legyen, rossz legyen. Nem már. Nem lehet üdítőt szerezni. Ősi kezelőfelület. Fókuszba hozza a hordozóját. Igen, ez volt a izé, a halántékra rakható dolog, a tollnek is megjön, a kommunikáció zsiráf. Álomkard, rémálmok, vigyázzatok. Hát ez Zelda és a Master Sword, ugye a Nintendo platformjáról. Ez itt a puhán gyors hajtó. Ezt úgy hívták annak idején, hogy Herbie, csak most más. Mind jó, lesz fix info, azt mondod? Vízkirályok, ezek aztán igazán nyüzsögnek. Hát ez ugye az öreg Vágó Istvánra akart itt egy gyönyörű ilyen memóriám, in memóriám, tudod, Vágó István, nyugodjon békében. Ez gyönyörű dolog a PS-től, hogy beletették ugye a... Itt van Aloy, a zsákmány nyúlával. Mondjuk, hogy a nyúl az miért van? Nem is ettünk egy nyulat se az egész végigjátszás alatt. De ezek robotokat zabáltunk 0-24-ben. Püskés bot, pontosan a lényegre koppint. Ezt a játékot nem ismerjük. Hogyha már a... No! Brazil golyóbis. Hát a brazil golyóbis az olyan, mint a gése golyóbis, csak egy kicsit más az alakja. Ezt úgy hívják, hogy butt plug. Gyerekek, ne nézzék! Tűzpenge, sokak számára túl forró talán. Brazil golyóbis. Felkelő nap motorosa. A jövő már itt van. Jobb deszkázni, mint megijedni. Sólyom Tony deszkája megérkezik. Viskésbot nem a Hollow Knight-ból? Nem lehet. Az MPS, szövetségi súlyom, európai mérnöki tudás, remeke. Ez meg tudod, hogy milyen? Olyan, mint az F-Zero a Nintendo-ban. Amerikai nehéz súlyú, alig dacol a gravitációval. Szóval ezeknek mind vannak ilyen... Ez valami versenyjáték lehetett ez alapján. Színes tartályok, kreatív módja, hogy karmát szerez. Ez a Concrete Genie-nek a különböző... festékszóró spréje. Sebesség király, csatlakozz a sebességforradalomhoz. Rendi, csak brazil golyóbb is le van gyantáz, lehet amúgy. Démonölő páros, ha már minden más félre ment, állj te is félre a Demon's Souls-ban. Miért? Mi?
fegyvereket kaptunk. Fegyver meg pajzs, ugye? Ez nagyon király, ez marha jó. Bár nincs is sok gacsa a gépben. Veszélyes rakomány. Jaj, de menő ez. De nagyon nyomnám most a Death Stranding-et. Azt a... Hát ez nagyon jó. Miért nem kapott több karaktert abból a játékból ez a játék? Hát hiszen, jó mondjuk lehet, hogy Kojima csak ennyit engedett. Rossz indulatú, mesterséges intelligencia, kisétán túl öntudatos. Silence, ott áll szemben a cuccal, amit nem nevezünk most meg. Munkások lapja, ufók, óriás, mackók, összement gyermekek, álhírek. Aha. Alakváltó pálca, nyugatatlan lelkek őrizőinek. Ez Kena. Ez Kennának a pálcája, na hát. És az utolsó előtti. Égő, jogar, örök, mincsas, Nexus egyik őréért. Tényleg volt nála egy ilyen a Demon's Souls-ban. Szükségünk van 95 darab coinra. Azt össze lehet szedni. És akkor onnantól meg vagyunk mindennel. Hát csak a 4 puzzle piece, azt senki nem tudja, hogy hol lehet. Meglepő, hogy nem maga Kojima volt benne, ahányszor a neve megjelent a játékban. Hát mondjuk igen. Jó, de senki nem okolhatja a géniuszt, aki olyan játékokat csinál, amilyeneket senki más nem tud, hogy annyi mindent kitalál ezekhez a játékokhoz. Én nem okolom őt, amiért a végén ott van, hogy én írtam, én rendeztem, én voltam az ötlet kitaláló, én voltam az, aki megmondta a munkásoknak, hogy mit csináljanak, én pénzeltem Terikét, hogy hozzon néha sört, egyébként meg én fizettem a poravalót a pizzás fiúnak is, én voltam az, aki a hangmérnököknek is megmondtam, hogy így legyen az a dal, meg a blablabla, bla, bla. Mindenhova odaírja magát, de nagyon jól teszi, mert igaza van, mert egy mesterember azért, géniusz ember, 4 darab puzzle nem lett meg ide a valamihez. Ez a platina szobor? De mi vagy ott fenn? Hihetetlen munkái vannak, hát most fejeztük be a Metal Gear Solidot, és már feltelepítettem a Metal Gear Solid 2-t, mert nagyon várom, hogy játszassunk vele. Metal Gear Solid 2 már számotokra is egy kicsit könnyebben befogadható játék lesz. Menjünk oda át, nem tudom miért. Mert annak a grafikája már egy kicsit modernebb köntös kapott. Elvitt puzzle darabokat és a processzor mellé az űrlény, gondolod? De 4-et? Most azért megyünk itt át, hogy coinokat szedegessünk. Mert itt az alaphelyen még van egy pár, most van nám 15, de vajon lesz-e elég? Lehet, hogy nem is lehet coinokat sem találni, be kéne mennem egy pályára ahhoz. Mondjuk azért ezt a néhány darabot elég egyszerű összeszedni, az is rúdett. Ez micsoda? Amúgy meg lehet itt a becsapód... De nem. A becsapódási helyen nem lehet már semmi, nem? Én ott vagyok jobbra fent. Nem valószínű, hogy itt bármi lenne. Egy pályát újra szerintem gyorsabban megvan. Igen, szerintem is. Vannak a haverjaink. Ott van Solid Snake. Menő. Processzor pasztálya külön DLC lesz? Lehet. De menjünk, nézzük meg, hogy mit csinálunk ezzel. Itt középen. Ez kicsoda volt? Ez biztos Alucard. Megütöttük és leesett a... Biztos valami Alucard vagy haverjai. Mit csinálnak ezek itt? Táncikálnak? Megnyomom a vészgombot. Ez nem lehet, hogy a vészkórus volt itt? Hogy beszippantott mindenkit, láttad? Négy puzzle és 75-85 coin hiányzik a kifullozáshoz. Meg persze ez a végső boss, gondolom. Én vezetem az anyahajót. Azt hittem, hogy mesterséges intelligencia. Megnyomta a nagy gombot! Hallod a hangot? PS1, amikor a PSX-et bekapcsoltad, ez volt az indító hangja. Ott van az összes PS-es alkatrész. A különböző konzol generációk, a mindenféle kitalációval, kontrollerekkel. Mik voltak még ott? Volt ott minden. Blaze Squadron Go, ez a végső pálya? Hát ez meg tisztára Star Fox a Nintendo-tól. Tehát mondjuk sok ilyen árkédőrület van, csak az jutott eszembe.
most így hirtelen. Ott egy puzzle. Akkor ezeket kell szedegetni. Ha mindenkit elintézel, kapsz még puzzle-t? Ennek a pajzsa. Tetszik, hogy mindent kivéd. Ó, segítenek a haverok is? Erre lehet, hogy nem kéne hagyni, hogy támadjon, nem? Hanem ki kéne térni előle. Ilyes X-nek a... ez volt a legelső. Konzoljával nyomulnak a haverjaink. De én nem teljesen értem, ez most sebzi őt? Úgy néz ki, igen, hogy sebzi őt. Kaptam 3 coint, hogy nehogy túlzásba vigyék. Ó, itt van még 8. Ezeket biztos, hogy szét kell lőnünk most. Nagyon menő az irányítás, mert nem az analóg karokkal irányítom, hanem a giroszkóppal dönteni kell a kontrollert különböző irányokba. Amiért egy kicsit nehézkesebb azért a célzás, meg minden is. Na és most mi jön? Második pályája a Lylat Warpsnak, pontosan ez. Ott van a következő puzzle. A Star Foxra gondolok, csak nálunk Európában Lylat Warps néven jelent meg. Megütöttem a mikrofon, bocsánat. És vissza? Wow! Hát nem mondom, ez kicsit fájdalmas volt így. Menjünk még egyszer. Ja, nagyon vagány, hogy gyroszkóppal kell, hogy intézd. Jó, itt nem szabadott volna átmennem, ugye? De nagyon érzékeny, emiatt egy kicsit nehézkes. Egy szárnyunk oda van. Még 2 puzzle hiányzik. 32. Úgyhogy most ezek a kis izék nem adnak nekünk izét, coin. Ott megy a puzzle. Azt hogy lehetett volna eltalálni? Várjál, megvannak. Azt hittem már, hogy el kellett volna lőnöm. Hát mondom, ilyen nincs, az nem lehetett. Az egy PSP volt, jól láttam? Menő nagyon amúgy, tényleg nagyon. Nagyon király. Ilyen pályából többet is berakhattak volna. Nem csak a fináléra. Elfértek volna szerintem nyugodtan több gyroszkópos pálya. Bár lehet, hogy DLC-ben lesz majd valami hasonló. Hogyha már a PS2 konzol volt ez? Nem tudom, mert nekem nem volt sajna. Ugye ez már a 3 volt? Ez a fekete? Szerintem a 2 volt, nem? Ez a 3. Majom, vadd te meg a lányot, te majom! Ugyanál meg te majom, te! Várjál, várjál, várjál! Az összenyomol! Kicsit kilapultam. Nem voltam felkészülve, nem láttam az árnyékát. Megtekerjük. És... itt van a kaverjaink már megint. Visszajött a hajunk. Ezután már rendben van. Lehet, hogy úgy találták ki, hogy ne tudja elég coint összeszedni amúgy. Jobbra is ott voltak, balra is ott vannak. Ezek tüzelnek mindenre, ami mozog. De most rontottam el biztos a puzzle-t. Mondjuk nem mutatta, hogy jön, tehát lehet, hogy még össze lehet szedni. Most kellett volna balra lennem? Nem. Minden a helyén, minden megvan. Nekünk csak annyi a lényeg, hogy menjünk rajta végig, ugye? Jönnek a haverjaink. Kis kiegészítésnek az arcade stílushoz. Jézusom! Megadják a maxos power-t. Azt a mindenit neki. Nagyon jól van megcsinálva. Ez az utolsó pályája. Ott van a puzzle. Utolsó pályája a Star Foxnak. Pontosan ugyanilyen, hogy jönnek jobbról balról a különböző elemek. 63. Megint megütöttem a mikrofont. Ez kevés lesz ez a coin. Ehhez még hozzá kell, hogy tegyünk. Szóval ott jön az ősi ellenségünk, a hatalmas riválisunk, és... viszont nálam itt van az egész csillagflotta.
de már nincs. Az anyahajó ezúttal nem finomkodik vele. Most a benne lévő... Á, nem adjám ilyen könnyen. Azt a benne lévő... Szerintem processzort kell megszerezni. Space Bully, ne bulax. A bullying az egyáltalán nem menő. És most megtekeri, és a különböző mechanikákkal kell nyomulnunk. Dobd ide, kis haver, nyomod. Most a kutya mechanika jön, tehát neki kell rontanom. Nem, még nem. Ó, mekkora yeti kardja van. Neki menjünk a kardnak. Össze is tört. Azt hittem, hogy nem egy sudokút. Meg azt jelenti, hogy megdobjon vele. Ja, nem, ezt vissza kellett ütni rá. Ez volt az első mechanika? Az első kitaláció. Ne essünk, vigyázzunk. Ne, fáj az ujjának, ez nem volt szere... Á, nem volt szép dolog tőlem ez. Ez az a Manu, igen, akit mindenki rohadtul le akar győzni. A szerencsére ebben a játékban végre lehetőséged is van rá. A kutyát kihúzták. Halál! Jaj, ne! Pont rosszkor! A Nyuszi Hop különböző milliónyi verzióban. Még ez most jó volt. Na még egyszer. Milyen sudoku? Keresztrejtő, dehogy is. Ez egy japán ősi szokás. Ott van a Monkey Business. Ez mit csinált? Ez egy csapkodós majom. Bang bang, azt mondja. Lesz olyan bang bang kisbarátom mindjárt neked. Most meg kell dobálnom? Megám. Ó, de hányszor? Ennyiszer elég volt. Most megcsapkodom az ujjait megint? Ugyan. Megint meg vagyunk. Nem sérültünk eddig, még jók vagyunk. Nem sudoku? De, sudoku. Igen, ez nagyon király itt. Már csak négyszer kell megcsinálni, ha jól látom. Vigyázzunk a koponyára. Elkapjuk, mehet. Mi ez a kis csókos szájú? Mi? Mi volt az, hogy átpördítette? Nem baj, ez is jó lesz. Nyomod. Oda kell figyelnünk, de megvan. Egyszer elkaptuk. Jönnek a hullámok újra. És most? Várjál, megfogod, hátrahúzod. És a saját... Jézusom! Nagyon nagyot kapott, szegény! Azt a mindenit! Bucira van verve a feje! Ennyi? Hitless! Hitless megoldásokban! Csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. A 100% nagyon közel van már, a 4 darab puzzle meg lett? Az igen, milyen travolt a táncokban. Ajjaj. Beállunk a Gatling mögé, és már nyomjuk neki. PS különböző ikonjával. Várjál, nem szabad hagyja, hogy eltaláljon, vigyázzunk el. Jézusom, mekkorákat lő ránk. De minden haveromat megöli. Ne csináld, ezt nem hagyhatjuk. Sikoltoznak a haverok. Rettegnek. Asta. Wow. Egy hatalmas kalózhajóval.
lett végül haránt fekvésbe berakva a csenge. Most jönnek a srácok segíteni. Az ott én volnék? De hol a ruhám? Most meglátja a sok barátot és úgy dönt, hogy önfeláldozóan elengedi a kezüket. Tudtam, hogy ez lesz. Nem volt klisés. És ezzel sikerült megágyazni a DLC-nek. A DLC története gondolom az lesz, hogy ki kell majd menteni saját magunkat. De mindenki retteg, mindenki sír. Most mi a fene lesz? Ez volt csatornánk 379. végigjátszása, az Astrobot, amit ráadásul majdnem platináztunk már itt a Astro Platina és a bot így egyben az Astrobot lett. Ennyit arról, hogy a főszereplő nem hal meg. Nem hát! Meghalt a kis robot, de az nem az apukája. Ott jövök azért, ha persze. Akkor mégse lesz DLC. Köszönjük szépen. Pedig jobb volt azt hinni, hogy lesz. Kezemben van valami, azt hiszem. De hol van a Bloodborne-os ruhám? Ez így nincs rendjén. Rázzuk már meg. Kelj már fel, haver! Ott van, nálam van a keze, itt van nálam! Egy csavart be neki! Mi gondolod, hogy így? Igen. És akkor lehet csavarozni is még. És most rángassuk meg! Hello! Lehet, hogy leesik a másik keze is. Megérte rángatni. Most kaptunk egy másik kart is. Valaki a társaink közül úgy dönt, hogy feláldozza magát, és odaadja a saját alkatrészét. Nem tudom, ilyenkor tényleg rázni kell szerintem. Más, ha kiesik a lába is. Minden alkatrészével meg kell ezt csinálnunk. Igen, a Sony szervizben is így dolgoznak a robotok, ha nem tudnátok. Ha valami gáz van a kontrollerrel, meg a PS-sel, és beklőditek a hivatalos szervizbe, így működik minden. Kelj már fel, haver! Kap egy új szívet is. Ezt a kijelzőbe fogjuk betenni? Nem. Kinyílik a közepe, és oda tesszük bele. De miért? Hát meghalt? Vagy ez ilyen Tony Stark kitaláció? De ez most olyan, mint újkorában. Nem is emlékszik semmire. Hát minden ki lett benne cserélve. És folytatja a táncot, meg az ugrándozást és minden egyebben. Kratosz a háttérben mekkorákban van. Stáfiesta következik. Ahol végig kell mennünk. Ez ötletes, hogy nem csak kiírják, hanem szét lehet dikházni. Ez a hivatalos Sony kifejezés. Ezt írták nekem, hogy ezt ne felejtsem el mondani majd, hogy a végén a dikházás, Móki, a dikházás ne hagyd ki. Jó, persze, csinálom. Semmi gáz. Megyünk is tovább. Stábista után néz majd mindent utolsó. Tudom, Emeka, ne aggódj, minden meg lesz nézve. Persze, hogy nem hagynám kert, ezért küzdöttem. Végig, hogy kimaxolva legyen. Új, itt lehet, hogy most leesek. De ekkora szerencse volt amúgy. Lehet, hogy nem is, de le lehet. Megyünk a memóriakártyákon végig. Ezek micsodák lehetnek? De nem is így kellett volna, hanem kutyával kellett volna menni. Jaj, várjál, van kutyánk. Hát pedig nem láttam, hogy van. Most megkaptuk a szuper béka kesztyűt. Ez itt az Environment Art. Nagyon menő ez. Az alapdemóban is ilyen volt, emlékeim szerint. Ez most fájni fog. Dikházó kesztyű, igen. És hova megyek? Ja, ide fel.
most ilyenkor ezt húzni kell? Hogy eshetett le onnan? Ja, hogy innen meg tudja fogni. Aha! És így átlövi magát a kövi helyszínre. Ez lesz a golyó. Na, ezt a mechanikáját nem szerettem a játéknak a... Ehelyett sokkal többet kellett volna használniuk szerintem azt az összemenőst, amikor normál állapotában volt a karakter, és nem is láttad, hogy a világ körülötted mennyire apró és részletes is, és amikor összementél, akkor be tudtál menni azokra a kis, ilyen kis résekbe, mint egy egérjuk, meg ilyenek, az annyira menő volt, hogy komolyan mondom. Meg az időlassítás is csak néhányszor, talán kétszer volt az egész játék során. Nagyon-nagyon hosszasan lehetne még ezt a játékot játszani, és háromszor ennyi pálya lazán beleférne. De tudod mit, legyen csak kétszer, és a hármat azt meg nyomják bele majd az Astrobot 2-be. Mert hogy ebből a játékból fixen muszáj egyszerűen, hogy folytatás legyen. Ez annyira nagyot ment az elmúlt évek Sony játékaival. Bár lehet, hogy nem tudnák majd ezt már így überelni, úgymond, vagy érted, mert valószínűleg nem lenne. Hé, most mi volt nálam? Ja, ez volt az idő megállító. Na, ez kellett volna, igen, ez nagyon tetszik nekem. Hát, hogy mivel ez az elmúlt 30 év játékait ünnepelte meg, így aztán lehet, hogy már nem lenne muníciójuk hozzá. De hát szerintem azért egy csomó minden kimaradt, és azért csak kitalálnának valamit. Iszonyatosan jó volt ez a játék, ez részemről, hogyha nem is a Stellar Blade, de évjáték a kategóriában ez mindenképpen megnyeri. És nem is azért, mert annyira eredeti, mert ha belegondolsz, rohadtul nem volt eredeti, hát olyan platforming részek voltak, amiket más játékokban már láthattunk. Mindez a shrinking, az összemenés, gondoljunk akár a Alice Madness Returns-re, vagy nem is tudom melyik játékokban volt az még felhasználva, de ott biztos, hogy emlékeztettek rá, hogy megittuk a potit és összementünk az Alice-ben, aztán az időlassítás a Crash-nek a negyedik részében volt benne biztosan, itt Takes Two-ban is biztos sok ilyen mechanika átjön abból is, ja. Meg a Nintendo játékok közül rengeteg ötletet vettek át, olyannyira, hogy én csodálkoztam is, hogy a Nintendo ezt így hagyja nekik, hát ezt így szabad, de hát japánok ők is, tehát gondolom annyira azért nem problémás dolog ez. Iszonyatosan jó volt az egész játék, az elejétől a végéig, mindvégig szuper élvezetes volt, szuper látványos volt, marhára pörgős volt, nem volt egy unalmas pillanata, jók voltak a kis karaktermentések, úgymond, akik itt vannak éppen előttünk, ott volt Nicolas Cage, meg jó volt a puzzle gyűjtögetés is benne, ötletesek voltak a pályák, egyik sem volt túl hosszú, sem nem volt túl rövid, kicsit talán lehettek volna itt ott hosszabbak. A kihívások abszolút teljesíthetők voltak, én örültem volna, hogyha lettek volna egy kicsit hosszabb kihívásos pályák is benne. Komolyan egyet se lőtt a Gettingel? Ó, ne haragudj, mert közben éppen lamentálok itt a játékkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy játszottátok ezt a játékot, mondja nekünk a Sony és a hogy is hívják a csapatot? Na. A betűs Asobi, igen, a Team Asobi csapata. Nagyon jó volt, nagyon-nagyon imádtam, tényleg az elejétől a végéig. Nem volt túl hosszú, lehetett volna hosszabb, de majd behozzák a DLC-vel azt, ami még esetleg valakinek így igénye lehetne. Az ára az sokakat elriaszthat, viszont hogyha figyelembe vesszük, hogy ez a normál ára manapság a játékoknak, akkor azért ez nem lehet túlságosan elriasztó. Igaz, hogy kb. 10, nem tudom, 5 óra alatt kiplatináztuk az egészet. Jó, platina nincs meg, de azért érted, mindent megcsináltunk benne, amit meg lehetett. Hogyha leosztod az árával, akkor kijön, hogy óránként hány ezer forintért játszottál. Szerintem az ára végül egy ilyen 1400-1600 forint között fog mozogni, hogyha gyors fejszámolást végzel. Ez gondolom nagyjából egy mozi egy árának is megfelel. Általában az már úgy jó szokott lenni szerintem, hogyha kiszámolod. Én azt már úgy elfogadhatónak gondolom egy játék áráért. Összejött a pénz az utolsó gacsához, és bizony összejött. Meg lesz az utolsó gacsázás és minden egyéb, így van. Meg szoktuk nézni ezeket itt még, meg beszélgetni szoktunk róluk, vagyis olyan játékokról, amiket éppen befejezünk. Meséljetek nektek, hogy tetszett, szerintetek milyen volt a Team Asobi játék, az Astrobot, ami, hát szerintem, nem is tudom, van a PlayStation-nek másik ilyen kabala figurája? Szerintem nincs. Szerintem az Astrobot karaktere az, és neki még nem volt ilyen teljes játszása.
PS4-en is volt olyan, hogy belement a kontrollerbe, és akkor ott rázogattad, akkor ott nyomult ilyen kis tech demo kontrollerrel, de az nem volt szerintem játékként kezelhető. Itt volt ugye az Astro's Playroom, azt hiszem. Ez lehet, hogy pont a PS4 volt, nem tudom. De az Astro's Playroom az volt az szerintem, ami előrevetítette ennek a játéknak a létre jöttét, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy dolgoznak valamin, ami egy kicsit nagyobb kaliberű, és nem is nagyobb, nem is kicsit, hanem ténylegesen nagy, nagy komoly játék lett belőle. Végig tökre szórakoztató volt, nagyon örültem, hogy viszont láthattuk a karaktereket, és ott volt egy kicsi hiányosság nekem, hogy nem mondták meg, hogy melyik karaktereket szedjük össze. Tehát, hogy nincs egy olyan izé, hogy rámész egy lista, érted, kilistázva vannak, és akkor ott van a nevük. És akkor tudnád, hogy ja, igen, tényleg ez volt 1999-ből a Sudoku Pro Player 2000 című játéknak a főszereplője. VR játék volt az igazi elődje? Lehetséges. Szia, Geoporszívó, csókoltatjuk kedves feleségedet, a Kamélia Mirtet. Playroom-szal nem játszottam, nekem ez az első volt, már kétszer végigjátszottam 100%-ra. Az komoly. Akkor ez így igazán neked való játék lett. Még egy szívecskét is kaptunk ide a végére. Nagyon tetszett, marhára jó volt. Itt megy a vercsereg. Gullik, akik megérdemelték, amit kaptak. Itt van a vége. Így játszották ki a szerzői jogokat. De hát azok PS-es játékok voltak. Gondolt, hogy nem adtak volna engedélyt az elmúlt 30 évben megjelent. Új galaxist fedeztél fel? Most már bármikor újra játszhatod az izgalmas végső csatát. Ja, jó, oké, köszönöm. Azt hittem már bónusz content következik. A becsapódási helyre menjünk, és nézzük meg, hogy mit nyitottunk ki. Az End Credits, igen, az az Astrobotban is így volt. Mármint a Astro's Playroomban. Ha minden igaz, megvannak a puzzle-ok. Wow, oda néz! És ez egy arany szobor. Ami csak úgy nekünk lett odaállítva. Legutolsó kirakó és szép munka, úgy tűnik egy különleges barát vár a csúcson. Egy barát a csúcson? Gratulálunk, megszabadítottad a világot egy gonosztevőtől és megmentetted a galaxist. Amíg mindig sok elveszett robot várja a megmentőjét. Sikerül az összeset megtalálnod, tessék? Ez hazudás, hát nekem megvan minden barátom. Hogy érti ezt? Hát nem lett meg minden barátunk, dehogy nem. Gacsa labor. Utolsó darabja, a nem robbanó hordók tartalékolna nyilakat. Osszerán barátunk, Erend. És megvan mind a 169. Ott jön a PS-es tűzi játék. Kojima van a tetején? Nem lepődnék meg rajta. És ezzel elkészült a teljes világ. Mindenkinek megvan mindene. Az az aranyszobor. Ez micsoda? Te eddig is itt voltál? Ez micsoda? És hová megy? Várjál, az aranyszobrot keressük. Hol lehet vajon? Nézzük csak meg. Nem látom. Ja, várj, ott jelzi. Aha, ő lesz az ott szemben. A felkiáltója jelzi őt. Igen, igen, igen. Gacsa megvan, a barátaink megvannak. Ez de jó. Ez tökre jó, a Shadow of the Colossus. Ennyire menő. Az egy örökérvényű csodajáték. Na, az épeszképet nem értettem, hogy miért kell tenni, ennyire nyomni. Persze régen komoly volt. 300 kis haver kell hozzá. Csinálnak egy hatalmas létrát nekünk a haverjaink. Én elindulok már közben felfelé, nem tudom, hogy ott lesznek a tetején. Remélem építik közben nekünk. Várjál, ott valaki... Ó, ott vannak lyukak. Valaki kimaradnak. Egészen a holdig megyünk. És ide fent, itt lesz a majom meg a T-rex. Titkos bosszok vajon? Tudjátok az Astro's Playroomból. Mesteri meg a kihívás. Tessék? Kérde, még nem voltam felkészülve, de nyomom. A mesteri meg a kihívás. Oh, hey, az csalás! Na, hát na. Na ez, azt mondod, hogy ez nehéz.
És hogyha ezt teljesíted, ez lesz a platina? Hey. Eddig jó. Ez így nem jó. Így jó. Kicsit agresszorkodni kell. Utaléri... megcsinálja! Ezt le kell szedni. Nem. Menjünk szépen fölfelé. Senki nem ugorhat rám, senki nem érhet utol. Mesteri meg a kihívásokban, és nincs checkpoint. Elég szuper. Várja. Jóó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 
Ez az. Itt majdnem bajba kerültem most. Te nagyon agresszor vagy, te nagyon gusztustalanul működtél most. Mi? Hé, hey, mi talált el? Mi a fene volt? Látnátok? Én nem láttam, hogy mi történt. Egyensúlyozgattam, és hirtelen azt mondta a játék, hogy áh, figyelj, meghaltál. Senki nem látta. Pedig olyan szépen mentem. A másik kockán is volt olyan lila íz, és az leköpölt. Ja. Egy olyan köpködő volt. Ja. Oké. Elhiszem, ti figyeltétek. Én nem tudtam odafigyelni, koncentráltam nagyon erősen. A célra. Aztán közben elvittek ezek a kis majomfejűek. Meg is van. Azt hiszem itt balra volt közelebb, igen. Szerintetek meg tudom csinálni? Az rám vetette magát sajna. Ó, de ez is rám fogja. Eltűnik a... Na ne. Ilyenkor eltűnik az alattad lévő pályarész. Hát lehet, hogy soha nem fogjuk tudni a mega kihívást teljesíteni. És utána jön majd az ultra kihívás. Aztán majd a giga kihívás. Aztán az ultra mega, a mega giga. És a giga mega ultra... Super... Izé. Valkyrie Fight PTSD. Itt maradunk reggel 7-ig? Reggel 7-ig csinálom. Végén jön a szuperszónikus. És akkor jön Csubakka és azt mondja, hogy hiperülsebességre kapcsol. Hát amikor már azt hitted, akkor derült. Nem mondja már, hogy ekkora hitbox. Na ne. Nekem 2 óra volt, neked kb. 15 perc. Azt miből számolta ki? Matematikusan? Ne haragudjon már. 2 óra volt ez a pálya? Akkor itt azért fel kell rendesen kötnünk. Akkor ez bizony kemény lesz. Ilyenkor megráncigálhattuk volna szerintem. Most van a tökéletes alkalom. Így van. Akkor ma már nem lesz forrás, de hogy nem? Csak rámugrott. Ott a köpködő. Eddig szuper. 1-2-3-2-3. Dash. Haver! Na azért ez nagyon... Ezt azért nagyon nem tudtam díjazni, nem volt fair. Jó, mondjuk persze azért rakták oda, hogy ez legyen a dolga. Ez volt az ő feladata. Megmondták neki, figyelj, Lila barátunk, az lesz a lényeg, hogy jönni fog majd fölfele, te meg így... Idáig elért a tűz. Neked meg egy dolgod lesz, köbled, de nagyon. Csúj egy olyat, hogy nem igaz. Ilyenkor ezt meg lehet? Nem lehet, nem. Akkor is türelmesnek kell ezzel lenni. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy lehet speedrunban nyomni. Hogy ott azt vajon meg tudod-e csinálni.
ilyen ügyesen megdolgozik a fizetéséért, az biztos is. Tehát itt mindenképpen meg kell várnod egy ilyet. És utána még egyszer lecsap. És most lehet kihúzigálni. És most stunlockba tesz. És éppen megvan, mehetsz. Akkor is rádugik kettő. Megvagyunk. Ezek az X-es platformok a legrosszabbak amúgy. 1-2-H. Hoppá. Belga számot idézzük. Megvan. Megvannak. Fent vagyunk a tetején. Nagyon kell vigyázni a köpködővel. Eszem én! Kaméleonnak nem lett volna, de hogyha egy helyben maradtam volna, szinte nem köpött volna le ott a végén. Csak meg kellett volna állni, mert ugye folyamatosan mozgásban vagyunk. Bolond Kaméneon. Nem ráncigálhatod meg, nem lehet. Most lehet. És talán még elérem. Aha. Még itt ilyenkor van egy nagyon tized másodperc. Ezeket szeretném nagyon kivédeni. Na most sikerült. Nézd csak, most így sem kapnak el, hanem már mész tovább. Mekkora rövidítés volt ez, láttad? És lehet nyomni, semmelyik nem tudott ránk akaszkodni. Jött a köpködő. És itt kell a kaméleonra figyelni. Már érkeznek a köpködései. Azt hittem, hogy az távolabb van, de már rajtam volt. Aj. Ez az ultra boss, a fő ellenség. Az a neve, hogy Kurha. Így hívják. Kurha a kaméleon. Pedig amúgy nekik ilyen nagy nyelvük szokott lenni inkább, nem... Nem izé, slime köpet. Szevasztor lett Killer Hun, hogy vagy mi a helyzet? És több időnk, van egy tized másodperce. És erre mész jobbra, és átugrasz. Igen, igen, így kell, és jobbra mész, hogy semmi ne kaphasson el, így. Csereztük, amíg felfele köpött, lefelé voltunk, mehetünk tovább. 1-2-H, 4-5-6, ott is van. Következő kettő, jön a Kaméleon Power. Lehet, hogy eleve jobbra kellett volna itt menni. Na ne, nehogy már alám tedd. És mi van utána? Hát azt még nem is láttuk. Még 26-szor el kell buknunk rajta. Hát ide már azért anya-apa bejön, nem? Tehát amikor a gyerek ezt csinálja, akkor már szólva van anyának, hogy anya, ne arra, hogy már meg a kihívás, nem bírjuk teljesíteni itt a Gergővel. Gyere már beléci, próbáld már meg te is. Anyukának meg jobb dolga sincsen a két vajas kenyér megkenése közben, mint hogy az asztrobot meg a kihívására keményen rámenjen. Hogy? Na, ez eddig nem csinált ilyet. Nehogy már olyan kaméleon nyerjen, amelyik nem tud köpni. Gyerünk tovább! Jóó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 
Anyuka meglátja a készítők összes felmerült, hát ez biztos is lehet, hogy anyuka kiakadt, hát persze. Erre most már apát is megvárják, amíg munkából hazajön, mert apa hajnali 3-ig nyomja. Nem merem itt hagyni sem, mert ez mondja meg a platformot, hogy... Aha. Így, mehetsz, jobbra mész. Ez az. Lehet, hogy megszoktak itt állni az emberek néha, és így megszokták nézni, hogy merre kellene legközelebb menni, meg ilyenek. Nem állhatsz meg, mert törik az üveg alattad. Várjuk meg. Lejt a platform, lejt nagyon. Ez nem hagyja abba a köpködést. Hey, Mókibot, a szemét! Gyerekek, mit fognak szólni?
Elnézést, a robotom néha nagyon agresszor, de mondjuk meg is értem, mert erre azért már én is bedühödnék itt-ott. A másik oldalon a köpködő platformer sztár meg lett verve. Ott is van. És itt most csak átmegyünk. De nem érhetett el. Hát de mi volt ez? Még öt rá, és elkezd majd leesegetni az elsőnél. Szokott lenni egy ilyen visszavétel a tempóból, amíg felkészítem magam a durvára, azt mondod? De elért, igen, sajna. Lehet amúgy. Sosem látott rész még. Igen, azt még nem tudtuk, hogy ott mi volt. Szóval... Nézzétek el, na. Servus 60. Nem te vagy a 16-os? Nem sikerült megragadni a lényeget. Most sikerült. Ez a madár a legrosszabb része az egész pályának. Esküszöm. Mondjuk ezek a kis rádragadók is szörnyűek. Ilyenkor kell jönni az idegből sírásnak. Te szoktál olyat, szegény? Na, de most mi volt a baj? Most mégis mi volt a baj? A mega kihívás a befejezésben. Csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Hát de 23 óra 26 perc van. Ezt nem gondoltuk volna, hogy ilyenek vannak még a játszásban. 100% után még megjelenik a mega kihívás. Figyelj, és a izével mi lesz így a Forest befejezésével? Holnapra kell átraknom? És akkor mivel játszunk ma este még? Éjféli altabb, ez PS játék, ebben nincs. Nem akartam spoilerezni, köszi. Nem úgy, mint én. Véletlenül megérkeztünk a Super Kameleonhoz. Néha itt megvárjuk, hogy mit csinál. Igen, de ez forog is ráadásul, ugye, egy förtelem. Ez az. Olyan csicskítót vertünk be neki. Köpködje! Páfó. Azért az elment a fejem mellett, nem mondom. Ott vagyunk, megérkeztünk. Megvan, vigyázz, mert leesik a platform a lábad alatt. Megvan, ez is megvan. Nyomod. Ezt nem látom át, de... Hallod! De nem ugrott fel, hanem jetpackkel tovább. Na ez azért. De miért nem ugrott fel? Hát letette a lábát, akkor ne jetpackeljen, hanem ugorjon. A lábad leér, ez csalás volt, milyen szépet mentünk. Igen, ez nem volt túl jó. A levegőben vagyok, a földet veri az ormányával, ne találjon el az árammal, hogyha a levegőben vagyok. Nem ért le a lába, pedig de leért. Lassítsd le és nézd vissza. Vagy nézd vissza és lassítsd le. Tetszőleges sorrendet is lehet választani. Ezért veszek ilyen kettően játékot, enélkül én nem akarok élni. Mi? Path of Pain, azért az keményebb. Hát azért az. Fájdalom útja azért tényleg erős. Ezt tudod mi? Ez a Path of Pain-nek az első kis szelete. Az első kis semmi. A bemutatkozás. Na majd most én megmutatom a világnak. Kocsmában TV felhangosít, háttérzaj leszáll. De rádugrik! Jászusom! Rajtunk voltak egy pillanatra. Ránk akaszkodtak. Mert a speedrun... Tudjátok, hogy mi jelent meg? 30-án? Ja, az két nap múlva van. Mindegy, nekem már elküldték a kulcsot hozzá. A Mandragora című magyar Souls-like ARPG őrület demo verziója. Most már hivatalosan is megjelenik a Steam nevű boltban. Úgyhogy lehet nyomatni, lehet küldeni. 30-án. Hát akár azt is megnézhetnénk, hogy milyen, de attól félek, hogy nem lesz sok különbség
Szóval... Ezt én csalásnak tekintem. Szerintem kamu az egész ott az a rész. Ez nem lehet igazi. Mondta Szirina Podon? De ez csak demo. A játék még sehol. Messze van az még. Nem. Na, hoppá! Na ilyet még nem sikerült. Csak elkaptuk. Egy egész periódus sikerült gyorsítani. Vajon mi lesz, ha megcsinálod ezt? Még ez még mindig semmiség ahhoz képest, hogy a cicás Mario-ban az utolsó pálya milyen volt, mert az. Na az. Ez izé. Kismis... Néha itt azért le lehet esni. Kismiska ahhoz képest. Uda, és a végén ott... Nem tudom, 2 órán keresztül küzdöttem. És akkor... Majd korcsolyázni kellett, meg... Jézusom, nagyon nehéz volt. Most jönnek a tüzek, de még nem kapja el. Jó, itt lehetett volna rágyorsítani, akkor így már nem lehet. Ha ezt megcsinálod, rendeződik a föld klímaváltozása? Az igen. Azt mondod, hogy nagyon nehéz. Megint rám ragaszkodott egy... De nem baj, túléltük. Meg kell tudni csinálni. Kihívás van előttünk, én szeretem a kihívásokat. Akkor átkapott, rosszul lett. Itt kell megállni, majd gondolkodni szerintem. Na ne szórakozzál már, hogy alám köpött. Jaj. Még lehet ez is 2 óra? Lehet, igen. Lehet, benne lehet. Nem tudjuk, hogy mennyire mentünk előre ott a végén, hogy az már hányad része volt a pályának, de könnyen lehet, hogy a végén voltam már. Nem kaptál? Nem koncentrálok, az a baj. Mit tervezel a mágikus kerek évfordulóra? Milyen évfordulója lesz a 148-nak? Koncentráljunk, gyerünk. Kicsit csöndben is maradok, hát ha jobban megy. Hey, hova? Ez mi volt ez a bug? Hogy kerültem oda a másik oldalára? Vagy a 30-án lesz 20 éves? Nem 20-án, 30. Vagy most újra 30 lesz? Vagy... Bocsánat, nem értek ezekhez a női születésnapokhoz, én mindig rossz vagyok ebben. Hát ő már nem izé, 36 körül jár. 30-án 40, azért mondom, jól emlékeztem. Na, hát engem nem vertek át. Felugrik, rosszul lett. Aztán a szerencsém múlik az egész, úgy érzem. Ha nem állsz meg, ha nem szaladsz. Néha jó. Néha kevésbé. El kell, hogy engedjük, ilyenkor reszeteled. De így meg lehet még? Nem mondod, ha megfogod, akkor még egy karika van. De így már megvan. Bodyblock vannak az üvegen? Aha. Támugrott. Ott a kövi.
Nálam gyorsabb voltam. Mármint Atemir, miről beszélünk? Önmagadat legyőzted? A köpködőkkel van egyedül problémánk. Ez az. Így. Na de ne mondd már, hogy ott eltalál. Bogival versenyeztek minden nap, hogy kiköszön először? Nem semmi. Kata alig néz ki 17-nek. Én még nem láttam soha, úgyhogy én nem tudom megmondani. De lehet, lehet, lehet. Ő is egy kamera nélküli harcos. Keményen küldi, mint Venka, meg én, itt a vészkórusban. Profilképén ki van? Hát ez mit tudom. Hát miért? És nekem ki van? Hát bárkit oda lehet tenni, nem? Hát ezt beraknám a izét, a Van Claude Gendamot, hát az szerinted, ezt én vagyok? Hát lehogy vagyok, hát úgy nézek én ki, mint a Gendam. Hopp, így majdnem megmarta. Nem merem. Nem meri. Rosszul van. Most ez elég ez az idő? Dehogy elég. Kérem, hagyja abba. Most lesz a jó. Így lesz a jó, igen. Össze kell alakítani a dolgokat. Akkor lehet, hogy ezzel tudok majd a kövire egy kicsit nyerni időt. Legkomolyabb madárarc. Ez rám rakja magát. Mehet megint a durvító. Most már a kaméleonnal egész jó haverok lettünk szerintem. Nyomod kaméleon, nyomod. Nem mindegy, hogy mikor meg honnan kezdesz el ugrálni, ugye? De így már megvan, amikor már a bal platformon ott vagy és jó ütemben látod az ugrást. Ez meg egészen ilyen semmi, semmi kis rész. Mekkora mortárban köpött? Az hogy célozta be? Hát éppen rángatták a testét egy kocka, a másik irányba átment. Ez hogy talált el? Hát ilyenkor át szokott köpni, feltúrházik a világba. Hát ez volt az ultimate csúl. A csúl harcosai. Jó, tehát úgy kell nyomni, hogy éppen jönnek a tűz, igen, és így elkaphatod, azaz. És így már mehetsz is a kövire. Nem a túlsó köpött? Nem, 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 nem. Az a rohadék volt. A túlsó az esélytelen. Így egyszerűbb itt átjönni, már rájöttem. Figyelj, mutatom még egyszer. Lehet, hogy holnap lesz. Sons of the Forest. Hey! Miért nem tette le a lábát? És akkor mivel játszunk ma este? Hát akkor hogy lesz ez? Megy a Dead Rising következő platina kísérlete? A Neverwinter Nights Erzsébet G. Ezzel fogunk játszani? Egész végig? Reggel 7-ig? Ezt láttad? Már felemelte a fejét, de a hitbox még kitartott. Mi van, ha körbe mér? Ja, semmi. Sosem érnek utol, hogyha így mész. Ez a tökéletes kezdés, akkor pörögni sem kell. Ez a speedrun extrákkal. Ennyire szereted ezeket? Nem is tudtam, hogy Venkának ezek a kedvenc játékai. Nem merek menni. Pedig megyek. Na most letette a lábát, ilyenkor lehet jetpackolni. Ez az. Meg még egyet. Ez az. Engem úgy se kapsz el, na gyere! Hát! Most kell okosnak lennünk, meg is van. Az az. Gyönyörűen! És még tovább. Ez mi ez a plat? Jó, oké, ez meg lehet még. Ott a vége. Ott van a következő. Hopp, itt jönnek az X-ek.
szalomba mész, felugrasz, háromszögek, holy shit, a háromszögek, igen, négyzetek, sűrűn jönnek a négyzetek, jó, jönnek a karikák, és jön a befejezés, a mindent eldöntő. A vége egyszerű volt. Aj, leestem. Itt még elbukhattam volna. A platform szélét levettem volna arccal. De hiszen ez a... a lírai mester. Nincs rossz hír, csak hír van. Ki ez? Ti a Sillehan? Milyen piruetteket mentünk a végén? Tetszett? Örülök, hogyha tetszett. Nem tudom, ki ez a mester. Ez az Onion Master. Retro öltözet, kilátszanak a pixeleid. Menő. Első generációs Dual Speeder. Ez is eléggé király. Gaideken Ninja Burraku 2005-ből lehet. Én azt hittem, hogy a hagymalovag a Dark Souls-ból. 301 kis haver lett megmentve, most már a 301-ből. Ezek mekkora kamu arcok amúgy. És most kiderülne, hogy 301 az 500-ból, tudod? De nem, hát szerintem ennyi volt a végigjátszás. Megvan az összes gacsa kitaláció, összes haverunk, összes puzzle megvan, mindenünk megvan. Lehet picit több volt, mint 15 perc. Hát szerintem egy 25-30 percet elszórakoztam vele, az Hódziher. Minden esetre megvagyunk a játék befejezésével. Most már ki van platinázva? Azt nem tudom, hogy mi kell hozzá. Lehet, hogy vannak ilyen kis random pályaközi kihívások. Nézd, átöltöztünk ilyen pixelbe, most látom ott középen. És akkor most mehet a hardcore mód, igen. Egy sebzés, és kezded előről az egész gémen. Egységmentek vannak talán, de szinte minden lényeges meg lett. Én is azt gondolom, ja. Látod, az ott ki van aranyozva. Az azt jelenti, hogy akkor megcsináltam mindent. Á, nagyon menő volt, nagyon tetszett, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek csatornánk 379. végigjátszását. Hát szerintem időben is vagyunk, jaj, nem hallotok mi. Rámentem a széklábával a pokróc sarkára. Beszorultam. Na, szóval igen, hogy ideje is van egy szünetnek, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt, és nyomjátok egy tetsziket, meg egy feliratkozást a csatornánkra a YouTube-on. Ha pedig valaki szeretné támogatni is a csatornánkat a YouTube-on, a vodok leírásában minden infót megtalál hozzá, vagy lent a panelek között esetleg, és nagyon szépen köszönöm tényleg mindannyiótoknak, hogyha támogattok abban, hogy itt lehessünk esténként, és hogy végigjátszassuk a tök menő, menőbbnél menőbb játékokat. Akkor a következő 3 órában azt mondjátok, hogy menjünk rá Sons of the Forest befejezésére. Szia cica fű, jó éjszakát, jó pihenés neked. Én azt mondanám, hogy megpróbálom, hogyha más nem, akkor legalább kimették két szilvája, azt a mindeni. Hallottam már párosával küldöd? Ennyire durva volt a játék, hogy ki... Jó van. Két szilva, meg egy 3 liter sör, meg egy kever. Jó van. Na, hát szóval köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem, hogy tetszett nektek. Aztán találkozzunk majd a DLC-ben is, hogyha esetleg addig nem. Kilépünk a PS-ből. Az Astrobotot valószínűleg le is kell törölnöm, hogy helyet csináljak a következő játéknak majd rajta. Igen, de még benne van a magia. Hát pedig az állítólag toxinokat tartalmaz. A kontroller akkor átment, hogy fullról majdnem teljesen le is merült. Ez egy nagyon kontroller merítő játék. Végig rezeg, össze-vissza rezeg az egész game. Na jó, akkor 10 perc szünet és utána szerintem forestezünk. Egy pillanat.